Jó napot kívánok, üdvözlöm a tisztelt megjelenteket. Rendes testületülést tartunk. Megállapítom, hogy hatalatképesek vagyunk. Talán Lőrinc László és Csányi József. Nincs jelen, gondolom jelezték, hogy távol maradnak. Vagy később érkeznek, ez a két lehetőség van. A napi rendeket meghívóban közöltük önökkel, két változtatás, illetve három érkezett még az ülés előtt. A hármas napi rendi pontot egy következő rendkívüli ülésen tárgyalnánk, tehát azt kivennénk innen. A nyolcas napi rendet zárt ülésben fogjuk tárgyalni, és a 12-es pedig szintén visszakerül még bizottsági kiegészítésre. Ezt a bizottsági elnök úr kérte. Ezekkel a... Igen? Igen. Vagy nem? Így is jó. Nem, a jegyző úr kérte. Jegyző úr kérte? Mennyi elegánsabb, ha a bizottsági elnök kérte? Közösen kérte. Az, azért az más, igen, igen. Jó. Ezekkel a változtatásokkal, illetve a esetleges igények egyebekben van-e valakinek? Látom, hogy nincs. Van. Jegyző úrtól várom a egyebekben a szavazást. Hát 6 darab egyebek föl van sorolva konkrétan a meghívóhoz. Igen. Hogy ezen túl, ha valami kinek van még, az ne tartsa magában. Ha nincs, akkor kérem szavazzunk a napi rendek elfogadásáról. Ez most néma szavazás, vagy nem? Ki kéne előtte próbálni? Nem is szavaztak. Jó, tehát elfogadtuk a napirendeket így hangulag. Első napirendünk beszámol a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrös 2016 év működésről és a közbiztonság helyzetéről. Előterjesztő a rendőrkapitány úr, de ő nem tudott jelen lenni, így Nagy Attila, alezredes urat fogjuk kérdezni, amennyiben kérdésünk van az anyaggal kapcsolatban. Van valami kiegészíté való esetleg? Igen, képviselő urak. Ha nincs senkinek kérdése, akkor... De van, bocsánat, és Simon Tamás úr. Csak nagyon röviden szeretném megköszönni... Hiányzik a hang. Nagyon röviden szeretném megköszönni a rendőrség munkáját a Samsung beruházás támogatása ügyében, tehát hogy olyan fokozott figyelemmel és járőrözéssel segítik a beruházás zökkenőmentes lebonyolítását. Köszönöm. Szabó Csaba úr. Köszönöm szépen. A pénzügyi és jogi bizottságban meghallgatta a rendőrségi beszámolót és elfogadta. És nagyon örülünk ezeknek a pozitív számoknak, amiket hallottunk a bizottsággyűlésen, illetve itt a Hősparancsnok úrtól. Köszönöm szépen. Kovácsik Tamás. Én csak ismételten szeretném kérni, hogy a nyári transzszezon idején a Dunaparton
egy picit feszültebb, sűrűbb ellenőrzést szeretnénk kérni, és az esetleges lehajtókat pedig komolyan megbüntetni szíveskedjenek. Hát a nyári adataink között ez szerepelt ilyen lakadatok. Köszönöm szépen. Rendben. És ha most, ha nincs több kérdés, akkor köszönjük a beszámolót, és szavazunk az elfogadásról. Köszönöm szépen. Az Eles úr, további szép napot. Kettes napi rendünk. 2016. évi költségvetési rendelet második fölé módosítása. Ezt megtalálják a képviselő urak a nyakban. Ahova? Megvan. Ilyenkor mindig felmerült, hogy a tavalyi költségvetés miért most módosítjuk, hiszen már régen túl vagyunk rajta. De jogszabályi előírás az, hogy hozzá kell igazítani az egyes áthúzódó eseményeket a költségvetéshez, így aztán a módosítás szükséges technikai jellegű, de ettől még azért lehet kérdés. Pintér György úr. Köszönöm szépen, igen. Én nekem is sokáig tartottam, eddig összeraktam a történet logikáját, hogy miért állandóan ilyen hónapokkal az események után követjük le ezt a történetet. Igazából kétféle döntésnek az átvezetése történik meg ilyenkor. A költségvetésben az esetleges állami forrásbővülés, tehát bármilyen célra adtak a plusz forrást, annak a beemelése történik, a másik pedig a testületi döntéseknek a átvezetése. Tehát például, ha a tartaléksorból valamilyen beruházás megvalósul, akkor az kikerül a tartalék részből és átkerül a beruházási történetben. Egyébként a költségvetés főszege júni 30 és dec 31 között egy bő 100 millió forinttal nőtt, tehát 3.293 millió forintról 395 millióra, és akkor részletező táblákban vannak benne a kisebb változások, amik ennek az alábontása. Az érdekes az, hogy maguk a táblák azok sokkal komolyabb összegekről szólnak, és akkor ezeknek az egyenlege végül is ez a növekedés. Szabó Csaba úr. Éppen a pénzügyi bizottság, mi a pénzügyeket érint, tárgyalta és támogatta, javasolja elfogadásra a testületnek. Köszönöm. Más kérdés észrevétel nincs, akkor szavazzunk az elfogadásról. Köszönöm szépen. Négyes napi rendünk, utána a hármas kimarad. A település által szervezett műszaki tevékenységről szóló beszámoló, 14.45. oldal, Natai András, az előterjesztő. Szabó Csaba úr. Köszönöm szépen. A pénzügyi bizottsághoz beérkezett a beszámoló. Nagyon részletes és korrekt beszámolót kaptunk, úgyhogy ezt külön köszönöm az igazgató úrnak.
természetesen a bizottság támogatta és javasolja elfogadásnak. Köszönöm. Jó, Tamás úr. Egy kérdésem lenne, igazgató úr, hogy az iskolai karbantartással mi a helyzet, hogy állnak itt a tárgyalások? Mi? Hogy néz ki? A Bébertel központ átvette az iskolákról a nagyon kedvelését, így a karbantartás is oda került, tehát gyakorlatilag nekik kell megjelenni. Átadtuk azt a két dolgozót is, akik az iskolában, a Hüzelányok, a Német Lászlóban karbantartatok működnek, és az eseti karbantartásokra szeretnének velünk szerződést kötni. Ez most úgy áll, hogy a július 1-ig történő időszakra, mivel a város szerződése is július 1-ig szól a tankerülettel, erre az időszakra egy ilyen próba szerződést szeretnének kötni velünk. Van egy olyan kritikus pontja ennek a szerződésnek, hogy az iskolák elvárják, hogy hétvégén is ügyeletet tartunk, és amennyiben hétvégén vagy munkaszüneti napon történik olyan esemény, ami az, hogy a beavatkozást igényel, akkor azt 24 órán belül mi rendezünk. Hát ezt nem tudjuk vállalni, mert ez azt jelenti, hogy akkor állami ügyeletet kellene tartanunk, aminek egy komoly finanszírozási háttere van. Jelenleg úgy állapodunk meg, a napokban fogjuk aláírni ezt a szerződést, hogy ezt a passzust úgy módosítjuk, hogy amennyiben hétvégén vagy munkaszüneti napon történik ilyen esemény, akkor azonnal felmérjük a munkát, és 48 órán belül megkezdjük az elhárítását. Ilyen esemény ritkán van, de ha mégis van, akkor viszont a felelősség minket terhel, tehát meg kell szerveznünk az ügyeletet. Ebben a július 1-ig tartó időszakban úgy gondolom, hogy meg tudjuk látni, hogy ez hogy működik, és akkor a hosszú távú szerződésre később esetleg sor kerülnek, vagy nem. Én most úgy látom, hogy a tankerület saját szervezetet fog kialakítani, tehát nem biztos, hogy szükség lesz a mi munkánkra. Ez anyagi többletet nem jelent egyébként. A munkák előtt anyagi többletet nem jelent. Mi egy 3500 forintos óradíjon vállaljuk be a munkákat, ezt ők elfogadták, tehát amennyiben megbíznak minket valamilyen feladattal, akkor gyakorlatilag ez nekünk túlszalgóra fog kijönni, nem jelent veszteséget. A jelenlegi karbantartási állomány ezeket a kapacitással nem tudjuk. Más kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor kérem, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról. Köszönjük szépen a tesztnek a jelek szerint kitűnő munkáját, hiszen ha ilyenkor panaszáradatnak kéne megjelenni, de mert nincs, ebben azt jelenti, hogy megelégedésre vézik a munkájukat. Ötös napirend, Gödis termásra, Tögödi termástrand nyitvatartás idejének meghatározása 46-48. Oldal. Ugye. Tehát végülis a tavalyi szabályzással szemben most egy más kérése van a tesznek. Ezzel nincs semmi gondunk, tehát mondom, a nyitottatási idő az teljesen rendben van így, hogy 6-tól 20 óráig pénzteli órák is bevált ez a gyakorlat. Téli nyitottatás egy relukáltabb nyitvatartás. Itt, ami fölmerült itt a rendben és rendezvényekkel kapcsolatban, volt a panaszok elsőben a oázisi lakók köréből, tehát hogy az éjszakai éjjel kettőig elhúzódó zenés díj is megoldás volt, nagyon nagy hangerejű, ezzel nem volt panasz, de ez most itt ebben nem szerepel, azt egyedi engedély alapján adtunk tavaly is, meg régi másoknak is ilyen engedélyt, valószínűleg most nem fogunk adni, tehát ha lenne is ilyen igény, akkor éjjel kettőig semmiképpen. Nyári órákban esetleg a 11 óra vagy éjfél egy-egy alkalommal azért az elfogadható, de rendszerességgel talán nem.
máshol is van gond a városban, ilyen jellegű helyeken, ahol rendezvényeket tartanak, hogy az éjszakában nyúló hangos zenés rendezvény zavarja a környében lakókat. Mindig egyedi mérlegelés van, hogy mit tegyünk, mert hiszen ha azért egy ha város, mert falu vagyunk, falu, mindenki az falu szeretne maradni, ugye környezetében, csöndjében, de egyéb másrészt meg város szeretne lenni utakban, közlekedésben és egyebekben is, ez sokszor nem fér össze a két kívánalom, tehát kompromisszumra van szükség. Egyrészt mindig elmondják, hogy a Gödön nem lehet mit csinálni már este, mert nincs még egy vendéglő sem nyitva, másrészt meg ha nyitva van, akkor meg probléma, hogy miért van nyitva és miért parkolnak, miért csukja ebbe az autók ajtaját és miért van esetleg zene. Tehát egy-két helyen, amelyik jobban alkalmas ilyenre, távol esőbb alakott résztől vagy jobb körülmények között van ott, azért mindenképpen pár támogatni kell, hogy legyen késő éjszakáig is adott esetben nyitvatartás. Hát itt a strandnál most a zenést kell majd megfontolni, ha oda kell a sor. Ez rendben van szerintem, ez a nyitvatartási idő. Észrevétel, kérdés? Jó. Akkor szavazzunk. Nehéz ez a, nehéz kenyér ez, ugye? Nehéz. Hát nem, mikor egy szavalat közben elakad a szavalónak a erősítése, az is bosszantó, de hát ez sokkal nagyobb probléma itt. Hogy... Hatos, kiszolgáló utak megvalósítási költségeinek áthelyításáról szó rendetek megalkotása. Itt a címben benne lehetett volna az, hogy nagyon kis részbeni áthárításáról, mert ez a cím ez úgy szól, mintha a teljes összeget áthárítanánk, de erről nincs szó, hát a beruházási költségeknek néhány százalékát, ami a tized sem éri el, ha jól tudom. 5%. Tehát 5%-át hárítjuk át a lakos, ami azt jelenti, hogy 1 milliós útból 50 ezer forint terheli az ingatlant. Ennyi. Hát igen. Jedzi úr. Köszönöm a szót, tisztelt képviselőtestület. A Templom utca, illetve a Patak utca vonatkozó két rendelet megalkotásáról van szó. Ez a jogszabály alkotás technikai előírás, hogy ezt utcánként kell a rendeletet meghozni. Tehát mind a Templom utca, mind a Patak utca önök előtt szerepel. Szintén jogszabályi előírás az, hogy nem forint összegben, hanem egy százalékos összegben kell meghatározni, egy százalékban kell meghatározni magát a rendeletben ezt a fizetendő összeget. Itt, ahogy polgármester úr is mondta, ez csatlakozva mondanám, hogy itt részbeni áthárításról van szó. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 100 ezer forintot kell fizetni a ingatlanonként a lakosságnak ehhez a hozzájáruláshoz. Aki a részletfizetési kedvezményt óhajt, annak két útja van. Egyrészt polgármesterhez fordulva 5 havi 20 000 forintos részletfizetési lehetőségre van lehetősége, míg a másik pedig a bizottsághoz fordulva ott 20 havi 20-szor 5 000 forintos kedvezményre van lehetősége. Azt gondolom, hogy ez már gyakorlatilag szinte óriási kedvezménynek minősülhet. Rászorultsági alapon, persze ez nyilván hogy az rászorultsági alapon tudja a bizottság mérlegelési jogkörében meghozni ezt a döntést. Köszönöm szépen a bizottság. Szabó Csaba úr. Köszönöm szépen a bizottságunk, jogi bizottságunk támogatta és javasolja elfogadásra a testületnek. Köszönöm szépen. Sipos Sihány. Köszönöm. Én azt kérdezném, hogy a lakók korábban lettek erről tájékoztatva az aszfaltozást megelőzően, hogy lesz úgymond önrész. Nyilván ezt nem vitatom, hiszen ugye az ingatlan értéke nő, de ebből néhány éve nagy problémák voltak, hogy az aszfaltozás után tudták meg a lakók, hogy itt bizony önrészt is kell fizetni. Köszönöm. Igen, itt a lakosság tájékoztatva lett erről. Ezt a hibát nem követjük el, hogy nem tájékoztatjuk, és akkor
mendemondák, illetve hát féligasságok fogalmazottak meg, ebben bizonyos képviselők azt mondták annak idején, hogy azért majd nem kell fizetni egyebek. Ennek aztán végül is ennek az igazságtartalmára nem tudtunk meggyőződni egy korábbi szakaszba. Most pedig tájékoztatva lett a lakosság. Köszönöm szépen! Más kérdés észrevétel. Ebben a következő két évben jó néhány utca aszfaltozásra kerül. Nem sok, de nem elég, tehát bőven marad még, amit majd később kell aszfaltozni. De azt hiszem, ettől a gyakorlattól eltérni már nem lehet, ez már csak így mehet, hiszen akik eddig fizettek, azok méltánytalan helyzetbe kerülnek, ha később meg nem kellene fizetni. Tehát ennek ez a rendszer, ez az 5%-os rendszer, ez teljesen elfogadható kell, hogy legyen. Bár akinek ez nehézséget okoz, azon természetesen segíteni kell valamilyen. Szabó Csaba úr. Köszönöm szépen. Én még annyit szeretnék hozzátenni ehhez, hogy itt nagyságrendek nem hangzottak el, de én mondanám, hogy például a Templom utca az 34 millió forintjába került az önkormányzatnak, és a 100 ezer forintos hozzájárulás az nagyon méltányos, ami 5%-ot ugye megállapít az önkormányzat. Köszönöm szépen. Hát ugye kérdés, hogy hány telek van egy utcában, ha mondjuk egy van, és ha az kerül 34 millióba, akkor elég húzós az 5% annak az egynek. Tehát ez az 5% ez az adott telekre eső, vagy hogyan, hogy számolódik ki az adott összeg? Hát van a beruházásnak egy összege, ott van valahány telek, ami változhat. Akkor? Igen, az előterjesztés mellékletében tettünk egy táblázatot, ahol be van mutatva, hogy az egyes utcáknak mennyi a költsége, hány ingatlanért érünk, és ez mindkét esetben a 100 ezer forintot a félelmezben hány százaléka lesz a költsége. Tehát itt a Szentom utcában 17 ingatlan van, a Patak utcában 14, tehát is arányosítva a költségeket, a 100 ezer forint, a kalkulált 100 ezer forintot így érjük el, hogy mindkét esetben itt az 5 százalékos részben még átállításról. Értem, tehát akkor itt az 5% végül is nem egészen igaz. Az 5% az valami nem stimmel. Mindig annyi, amennyit szeretnénk kihozni. Tehát itt elsősorban az összeget határozunk meg. Világos, világos. Akkor nem a százalékot. Nem az esetben jössz ki. De a rendeletben csak is kizárólag a százalék szerepel. Értem, de azért ez... Tehát ez egy kalkulált. Igen, és hát függ az út minőségétől is egyébként, ugye lehet, hogy egy jóval drágább útban is csak 100 ezer forintot fizetnek, mindig egy egyszerűbb útnál is fizetik a 100 ezeret, pedig messze nem olyan értékű. Tehát ez egy kicsit, tehát ez nem százalékos érték végül is, hanem egy fix összeget, amit aztán százalékban meghatározunk. Mert ezt ahány utca, annyiféle százalék jöhet ki. Így van, korábban is 7% volt, 6,5. Értem. Értem. Itt a szándék az, hogy mennyi legyen összegszerűen a hozzájárulás mérték, és abból... Tehát nagyjából 100 ezer forint, igen. És ahol társasházak és sok lakás van, mi az eljárás? Mondjuk ezeken a helyeken ez nem volt jellemző, de vannak olyan utcák, ahol most 6 lakásos társasház nyílik egy utcafronttal az adott utcaszakaszra, ott akkor mi a számítás? Önálló albetétenként kell meghatározni. A 100 ezer forintot? Tehát mindenki megfizeti az adott telek, ugyanahol a szélességgel 6-szor annyit fizet, mint a szomszéd telek, ahol csak egy lakás van. Nem szabad meghatározható? Hát ez nem biztos, hogy ez majd még akkor gondolkodjon az adott bizottság, hogy a következő, ez hogyan ez méltány. Majd többet fizetnek, az rendben van, hiszen többet is használják, mert a 6 lakásos házban 6 autó, 6-szor annyi autó, mint az 1 lakásosban. Tehát többet használ az útból, de azért nem 6-szor annyi. Kálmán Gábor úr jelentkezik ott. Megrendíti a dolgot. Köszöntöm a tisztelt testületet, nem csak az, annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy jelen esetben, tehát erre a két utcára vonatkozóan itt úgy tudom, ugye Julikkal is egyeztettünk, tehát a beruházási osztályal is kétszer is, hogy ezekre a két utcára vonatkozóan mindössze egy társasházról van szó, de az is csak két tulajdonost érint.
Rendben van. Tehát ebben az esetben, ebben a rendetben ez nem fordul elő, de hogyha lesz olyan utca majd a jövőre nézve, már pedig biztos, hogy lesz, ahol ugye olyan társasházakról van szó, akkor visszahozzuk azt a formulát, ami ugye az előző rendeletekben is benne volt, mert ott egy csökkentett érték volt megállapítva. Tehát ott a bizottságok ugye addig rágják a dolgot, ami ugye csökkentett érték. De én azt épp azért, amikor arra céloztam, hogy ennek rendszerbe kell lennie, és előreláthatónak lenni kell, hiszen előre tájékoztatjuk a lakost, tudnunk kell, mi történik, milyen elv alapján számoljuk ki. Akkor azt mondjuk, hogy 100 000 forintot fogsz fizetni, vagy pedig az út függvényében valamennyit. De nem, azt mondjuk, hogy 100 000 fogsz fizetni. De akkor nekik legyen egy olyan szabályzata, amit nem lehet opponálni, vagy nem lehet föltenni, hogy miért kérdéseket, hogy ő miért annyit, és én miért ennyit, azért annyit, meg ennyit, mert ez így van lefektetve most. Most úgy érzem, hogy a következő alkalommal fogjuk kitalálni, vagy eldönteni azt, hogy akkor, hogy mennyit fizessenek. És nem tudjuk most. De ez úgy lenne korrekt rendszer, ha lehetne előre látni, hogy éveken keresztül milyen elv alapján, és mennyit kell fizetni egy adott embernek, aki ott lakást vesz, mondjuk. Tehát még meg is, ön is az övé a lakás, tudjon kalkulálni, hogy ilyenkor fogok fizetni x 100 000 forintot az út miatt, vagy nem fogok. Tehát nem minden egyes utcánál alkossunk újabb és újabb rendszert, és akkor föl lehet tenni a kérdés, hogy most akkor miért így, és múltkor miért úgy. Mert föl lehet tenni. Igen? Itt visszatekintve az elmúlt évekre, vagy évtizedre, három összeg volt meghatározva a testület részéről. 2006-ban 72 000 forintos támogatást kellett fizetni, 2009-ben 90 000 forintot, és most volt ez a javaslat, hogy 100 000 forint értékelje. Igen, ez minden esetben az adott rendelet alkotáskor határozta meg az önkormányzat a hozzájárulás mértékét. Természetesen kimondhatja azt a képviselőtestület, hogy ebben a ciklusban 100 000 forint lesz, és ehhez igazítjuk az összes ilyen jellegű rendeletalkotásnál a javaslatot, hogy ez az összeg jelenjen meg a támogatás mértékénél. Visszatérve a társasházi támogatási befizetésekre, illetve hozzájárulásokra, ott a 2006-os útépítés követően volt egy rendeletalkotás, ami módosításra került társaságok miatt, különösen itt a Szeder utcai lakókkal kezdeményezte, illetve a képviselőn keresztül kezdeményezte a rendelet módosítását. Akkor volt egy ilyen javaslat, amelyet az akkori testület elfogadott, hogy a társasházaknál 50%-át fizették meg ennek az összegnek. Tehát volt már erre precedens, és a jövőben, ha ilyen jellegű társasházakról van szó, ami több lakást érint, tehát itt akár lakásszámot is meg lehet határozni, hogy 10 vagy 20 vagy 50 lakás esetében nem a teljes összeget, hanem akár az 50%-át is meghatározhatja a testület. Tehát erre a jövőben ki kell térjünk akkor. De ebben a mostani helyzetben ez most ilyen módon nem érinti, mert egy társasház van két ingatlannal, tehát ezekre valószínű nem vonatkozna akkor sem az 50%-os rész. A Szeder utcai lakóházaknál is a lakók egy jó része nem fizette ki soha ezt az összeget. A régebbi kivetéseknél is egyesek kifizették, mások meg nem. A behajtások elmaradtak, nehezen mentek, vagy sehogy sem mentek. 5-6-8-10 évvel később írni egy olyan levelet, amit én írok alá végül is, hogy ön fizessen be x 100 000 forintot, nem egy jó dolog. Ugye aztán ezt a hivatal is húzogatta, az aktuális polgármesternek se esett jól, hogy itt százszámra szólítson föl embereket. Míg hogyha aznap el lett volna intézve, hogy azon a héten, amikor ez aktuális volt, akkor nem 10 évvel később kellett volna leveleket intézni. Egy nagy hanyagság volt ebben a hivatalban, illetve a hivatalban ebben az ügyben, ezeknek az összegnek a behajtásában. És az pedig, hogy egyesek befizették, mások meg soha, az meg mélységesen igazságtalan. Már pedig ez a helyzet. Tehát kivetettük, nem fizették be. Végül nem lettek hajtva, behajtva nem lett a pénz, némelyik idő el is múlt, lejárt a határidő. Tehát az illetékes bizottság ezt is nézze meg, hogy miért maradtak el ezek, és mi volt ennek a rendszerbeli oka. És ha az adót most nem aktuális polgármester helyzetét akarom itt ecsetelni, vagy milyen hatások jár egy ilyen jellegű levél aláírása és kiküldése. Ugye azt gondolja a polgár, hogy a polgármester riktig őt piszkálja és rajta akar pénzbe hajtani. Egyetlen nem erről van szó. Ez minimális köze van ehhez a polgármesternek ahhoz, hogy ez ad egy szavon. Tehát miért nem a hivatal intézi ezt a saját körül? Miért nem azt hajtja végre?
miért nem egy pénzügyi követeléshez, és miért egy külön, hogy mondjam, önkormányzati felszólítás? Miért? Mert így kényelmes, ugye, jegyzőnek se kell aláírni semmit, mert is kényelmes. Ez igen? Hogy az konkrétan a polgármester szólítja föl Gipsz Jakabot, hogy fizessé be 86 ezer forint útépítést. Hát akkor én nem támogatom a rendszert a további. Amúgy is igazságtalanságokkal terhes, ugye? Mert ha azt mondom, hogy a társaságban is fizessen 70 lakó van egy társaságban, mindenki fizessen csak 50 ezeret. A szomszédos ház ugyanakkor a utcafrontot foglal el, és ő csak 100 ezer forintot fizet, ők pedig 3,5 milliót. Miért? Aztán, hogy mekkora az utca? Például a Szeder utcai lakóparknál elkésült az új utca, vagy a milyen utca az? A kis utcácska ott, nem tudom, hogy van egy neve. Vár. Egy pici egy kis utca, hát az egész 80 méter. És akkor az itt az egész beruházás költsége bejött a hozzájárulásokból. Nem az 5%, hanem a... Mert ha ott nem százalékot veszek, hanem 100 ezer forintot, akkor a 75 lakó a kis utcácskájára kifizette az egész utcát kétszer. Nem csak az 5%-át. Sajnos ilyen helyzet nem volt. Ha nem? De akkor ez csak számozás kérdés, hogy hova számozod, ugye? Hogy... jó. Komplex előterjesztéseket készítünk. Jó, igen, igen, igen. Igen. Na de ha nem oda van számozva, akkor még fizetett? Nem. A kis átkötő utcánál. Jó, jó. De nem fizették ki, az biztos, hogy mai napig ott van a jókora tartozás. Tehát akkor ennek alakul, ennek az igazságosságát meg lehet ezzel módosítani. A lényeg az, hogy fizetni kell jövőben mindenkinek, nem ciklusban, hanem folyamatában, az eddigi alapján egy igazságos rendszert kell folytatni. Mert végül is az az 5% nem az határozza meg a városnak a... Ez inkább egy ilyen szimbolikus, hogy járuljon hozzá. De most, hogy most 30 millió egy út, vagy 31 és fél, hát most aztán nem ezen múlik az út sorsa, azon, amit befizetnek, és van bele egy évekig elhúzódó macerás, behajtós, zaklatós folyamat. Az egész nem ér ennyit. Jó, tehát ilyen komplexen kellene megnézni, elnök úr, pénzügyi bizottsági elnök úr. Igen. Jó, akkor szavazni kell erről, ugye? Igen, igen, akkor szavazzunk, igen. Rendelt alkotásra van szó minőségi többséget. Jó. Most lehetne megmutatni az erőt, hogy az erő velünk van. Köszönöm szépen. Hetes településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet előkészítére Beltárné Tarjányi Judit főépítész. Elmilláztál. Igen, elbambultam, tehát lehet. Köszönöm szépen a szót. A következő, ez a mostani év legjelentősebb változása az építésügyben. Határozottan jó elemeket tartalmaz, például azt, hogy ez a bizonyos településképi arculati kézikönyv, ez nyilvános lesz. Tehát a beköltözők megkaphatják, hogy mik azok, amit a település elvár tőlük. A sajnos az, hogy nem kötelező, de minden esetre költözéskor a kezébe lehet adni az új lakónak. Erős társadalmasítással készül. Ezzel kapcsolatban az előírás szerint is megjelent a több helyen, a körképben is, és a honlapon is a felhívás, hogy várjuk a érdeklődőket. Eddig összesen egy ember jelentkezett, ráadásul az civil delegált a bizottság, kettő bizottságban is, úgyhogy ezzel a társadalmasításban nem léptünk előre nagyot. A előterjesztésben szereplő linkek elég érthetően elmagyarázzák, hogy tulajdonképpen mi is ez, és itt kérném szépen a képviselőket, hogy aktívan vegyenek részt ennek a
arculati kézikőnek az előkészítésében, és a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és javasolja, és azt is javasolta, és ezt én jó ötletnek tartom, hogy egy fotópályázatot írjunk ki, Göt szépségei és árnyoldalai címmel, és az esetleges díjazásokra fedezetet nyújt az az 1 millió forint, amivel a kormány az önkormányzatokat megtámogatja az arculati kézikönyvvel készítéséhez. Egyelőre még nem született döntés, de határozottan nagyon ígérték ezt az 1 millió forintot. A településképi rendelet az szintén szeptember 30-ig kell elkészülnie, de az arculati kézikönyvnek meg kell előznie. Bele kell foglalni a helyépítési szabályzatból a településképi követelményeket. A sajnos az, hogy a településképi követelmények nem teljesen tisztázott, hogy mi is az egész pontosan. Bele kell foglalni a településképi véleményezés és bejelentési jogszabályokat, illetve elő lehet írni, és ezt feltétlenül fogom javasolni, hogy az egyszerűsített bejelentési eljárásokat, ez a bizonyos 300, mai naptól 400 négyzetméterre kiegészített egyszerű véleményezési, elfogadta a parlament, ne nézzé így, bocsánat, azokat előzetes főépítészi konzultációhoz lehet kötni. Ezt feltétlenül javasolom, mert arra a kérdésemre, hogy a Gödön levő több mint 800 régészeti lelőhely figyeli-e valaki, amikor benyújtják ezt az egyszerűsített eljárást, ami annyira nem egyszerű, mert egy komplett kiviteli tervet kell benyújtani. Figyeli-e valaki a régészeti lelőhelyeket? A válasz az volt, hogy nem. Például én tudnám figyelni, hogy ne kövessenek el vaklövést. A probléma az, hogyha mégis elköveti azt, hogy régészeti lelőhelyen az örökségvédelmi hatóság előzetes megkeresése nélkül építkezik valaki, akkor bírság, bontás, bármilyen jogkövetkezménye lehet magára az építetőre, a tervezőre, mindenkire. Tehát elég súlyos következményei vannak, de senki ezt, ami egy perc alatt ellenőrizhető, nem ellenőrzi momentán. Sajnos más sem, de ez például egy egyperces munka lenne. Úgyhogy mindenképpen javaslom a határozat elfogadását kiegészítve a fotópályázat kiírásában, meg a következő körképben már megjelenhetnek Göt szépségei és árnyoldalai címmel fotópályázat. Volt már ilyen egyszer, az egy civil kezdeményezés volt, és elég nagy számú és nagyon szép fotók jöttek. Köszönöm szépen, ennyit. Kovacsi Tamás. Csak támogatta a főépítész előterjesztését. Köszönöm. Más. Pintér úr. A technikai része, hogyha te azt javaslod, hogy főépítész asszony azt javasolja, hogy itt pénzforrást rendeljünk ez a pályázathoz, ellenben ez a pénzforrás nem került a kormány részéről eldöntésre, akkor egyrészt a határozatban az összeget meg kéne konkrétan határozni, másrészt pedig a forrást biztosítani kell hozzá, abban a reményben, hogy esetleg beérkezik máshonnan, de pillanatnyilag ez a pénz nem áll rendelkezésre. Államtitkári határozott ígéretet nem tudunk beírni forrás 2 pont után. Tehát azt lehet mondani, hogy fedezettel nem terhet működési tartalék, és hogyha bejön, akkor át lehet csoportosítani, de akkor is egy konkrét összeget, a konkrét összeg nem szerepel. Illetve elhangzott az 1 millió, de nem tudom, hogy most... Ez nyilván nem a fotópályázat. Na de jó, ellenben egy határozatban meg bele kéne írni, tehát hogy az adott pályázathoz ennyit javasol a testületnek, vagy ennyit határoz meg a testület. 100 ezer forintos díjakra gondoltam, és hát lehet felajánlani hozzá díjakat, ahol előző fotópályázatnál is meglepődöm, hogy nagyon sok felajánlás érkezett a városból. Ezt így megint nehéz.
úgy is lesz egy kiműlődés 10 nap múlva, ezt pontosítsuk akkor ezt a részét, akkor a pályázatot, pályázati részt ezt javaslom, hogy vegyük ki, és magának az arcoti kézikönyvnek az elkészítéséről döntjük. Rendben. Vagy Tamás? Én javaslom, hogy vizsgáljuk meg, hogy esetleg bizottsági pénzben lehet-e támogatni ezt az ötletet. Előterjesztés esetén megtárgyaljuk. Ja, meg kell csinálni egy rendes írásos előterjesztés, és 10 nap múlva vagy 2 hét múlva elfogadjuk és viszontlátásra. Köszönöm. Rendben. Más? Akkor... erről kell szavazni, ugye? Szavazzunk akkor. Elfogadásáról. Köszönöm. Köszönöm szépen, ez azért volt fontos ez a szavazás, mert ezután lehet indítani az eljárást. Hol a főemberünk? Ki hiányzik? Tamás ment ki? Jó. Következő napi rendünk közterületek, elnevezések, Kovácsik Tamás előterjesztő. 59-66 oldal. A közterületek elnevezésével kapcsolatban három kérdés merült fel. Az egyik kérdés a kincshemistáló átépítésével kapcsolatosan az épület használata során az ingatlannak címet, postacímet kell majd adni, ezért az ingatlant hivatalosan el kell nevezni. Az előterjesztő által javasolt név a Kincsen Park, hiszen a Kincsen Parkot park néven használtuk eddig is a terület megnevezését. A bizottság javasolja, hogy ez a Kincsen Park elnevezése továbbra is maradjon fent, amennyiben a testület ezzel egyetért. Nem tudom, hogy ezért egyszerre a háromról kell szavazni. Külön. Akkor szavazunk a Kincsen Park. Akkor aki egyetért a Kincsen Park elnevezésével. Szavazunk. A második elnevezés lenne a Nevelek lakópark vagy lakóterületen egy utcának az elnevezése elmaradt a többi utca elnevezése során, ezért utólag kérik az utca elnevezését. Azt tudjuk, hogy a neveleki utak általában madarakról vannak elnevezve, ehhez tartanánk magunkat. A Városfejlesztési Bizottság ugyan a fecske névre adott le szavazatot, de az ott élőknek a kérésére ők szívesebben vennék az Ökörszem utcát. Ezért kérem a testületet, hogy a lakók kérését vegyük figyelembe, és az Ökörszem utcát részesítsék előnyben. Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel, szavazás. Ökörszem utcáról. Jó, jó. Mondom, hogy a kampon belül állás nagyobb tanulán kérdés. Hamarosan üzemi termelését beindult egy üzem. Ez vezető útnak az elnevezését kellene elnevezni. Erre az esetre átadnám a polgármester úrnak a szót, Simon Tamás polgármester úrnak a szót. Igen, itt két dolog merült fel, az egyik az Ipartelep utca elnevezés, ha jól emlékszem, a másik pedig a Samsung elnevezés, hiszen ez az út, ez a Samsunggal határos utolsó szakasza a Fóti útnak, ami gyakorlatilag helyrajzi számos volt idáig. Időközben a Samsung pozitív válasza megérkezett, tehát örülnek neki és támogatják, hogy a nevüket használjuk ennek az út szakasznak az elnevezéséhez. Mi lenne akkor a neve? Tehát, hogy Samsung út lenne, ez az utolsó pici szakasz. Nem Ipartelep utca, mert itt az volt. Ipartelep utca. Az előterjesztő javaslata, de a bizottság arra döntése jutott, ha a Samsung ahhoz hozzájár, hogy róluk legyen az a kis út szakasz elnevezve, akkor legyen Samsung utca. Mert az Ipartelep utca, ha szerencsés esetben még lesz 3-4 ipartelepünk, akkor az Ipartelep 1, Ipartelep 2, Ipartelep 3, ez okozhat némi zavart, míg a Samsung egyetemű elnevezést nyugat. És a Samsungot mi kértük meg, hogy hozzájárul ehhez? Ez a mi gondolatunk volt? Ez a mi gondolatunk volt.
Ez egy rövid útszakasz, tehát ez csak a Samsung kerítéssel határos az előttük, közöttük és az autópályák közötti útszakasz. Tehát a Fóti út nem változik. Ez csak helyrajzi számos út volt. Fóti út eltart az Rényi utcáig. Gyakorlatilag helyrajzi száma más ennek az ingatlannak, de számos olyan utcánk van, ahol több helyrajzi számból tevődik össze egy utca, attól még ugyanúgy Széchenyi utca az 10 helyrajzi számból tevődik össze. Tehát Fóti utca folytatása ez gyakorlatilag a Samsung előtti terület. Nem igazán értelmes más néven illetni. Sem az ipartelep, sem a Samsung. Ez Fóti út. Fóti. Folytatódik tovább, tehát. Hát ott úgy menet közben egy utcát nem célszerű megváltoztatni, tehát középen valahol az adott területen. Hát szerintem nem sértődnek meg ezen, tehát miután ez nem is az ő kérés, akkor nincs. Tehát ez nem okoz szerintem semmilyen problémát. Törést. Ettől még gyártani fognak remélhetőleg. Legfeljebb lejjebb kell vinnünk egy 2-15%-kal az iparüzési adót, igen, ez lehet, hogy kompenzációt kell alkalmaznunk emiatt. Javaslatom a fenyőn utcán lehet, hogy nem. Milyen utcán? Észak-Korea fővárosában. Hát akkor más nincs, mint hogy szavazunk, ugye? Föltesszük a variációkat, Fóti út a neve, és maradjon-e az. Mondd el. A Fóti útnak veszük, a Fóti út be van már számozva, ugye 2-től kezdődik. Igen. Hát akkor tekintsünk egynek, jó? Mert Fóti út 2, igen, Fóti út 2 az első, akkor lehet Fóti út is, igen. Fóti út 1 akkor a Samsung, ez kitüntető. Mert Fóti út 1 nincsen, jó? Jó, jó. Nincs de ez egyik variáció, tehát lehet az ipartelep volt az eredeti javaslat. Az előterjesztő. Hát az van benne az előterjesztésben. Igen. Akkor arra így lenne szavazni. Igen, de a városfejlesztési bizottság befogadja a Samsungot. Aképpen döntött, hogy ha a Samsung hozzájárul, akkor inkább lehet a Samsung. Szép név a Samsung, de magyar nyelvnek vagy magyar embernek nem. Nem. Nekem valahogy nem szép. A Samsung maga igen. Tehát a gyár, a minden, a termékei, a teljesítménye mind igen. De hogy az utcákat átnevezgessük így módon, hogy ahány vállalkozó be fog jönni, akkor mit tudom, ki jön még be ide, a Hankok utca vagy valami még akkor. Én nem ragaszkodom hozzá, félreértés. Hát ezt, ha nem jön, igen, hát ezt lehetne megnyerni, hogy megérne egy utcát, egy misét is, nem olyan egy utcát. Nem? Tesla ráadásul egy négy is volt. Igen, igen, igen. Hát legalább köthető egy normál személyhez. És műszaki volt ráadásul. Melyiket a Tesla vagy a Samsung? Vegyes. Én azt gondolom, egy kis tartás. Hát azért legyen már az emberbe egy kis tartás. Igazából hány méterről van szó? Hány méter úton? Durván. Talán 200 méter eszmény. Úgy fog lehetni, hogy címzett, Samsung, nem tudom mi a LTD, vagy mi a neve, nem tudom. Samsung utca 1. Majdnem 700 méter? Bulvár, vagy valami? Jó, hát akkor szavazunk a sorban, ugye a két javaslat van, az egyik a, hogy a hagyományok, tehát a fizikai helyzetnek megfelelően egy utca az legyen egy néven, általában ez szokás, van eltérés, Teleki Pál utca ugye és a Rébai utca, ezek eltérnek a Bozóki térnél, elválnak egymástól, ott már vagy amíg az Ady Endrénél válik el.
Templomtól. Tehát a Bozóki tér azért mégiscsak egy elválasztó tér, igen, tehát nincs folyamatos. Mindenhol, minden utcánk egyébként egy utcának van számozva, nincs két fejű. Nincs két neve egy utcának sehol. Gödön nincs ilyen. Igen, van ilyen, ott ilyen, tehát van erre példa, igen. Samsung, Tesla. Igazam, nincs igazam, én is kételkedem, tehát mi mondom itt benne, hogy most mi a jó, de... De kihallásszál, hogy valami. Hát azért, igen. Akkor. Jó, akkor először szavazunk, az eredeti javaslat volt a Samsung utca, a második ugye volt az eredeti maradjon fönn, akkor másodikról mindig a kiegészítő javaslatról szavazunk először, tehát akkor arról szavazunk, hogy az utca maradjon a mostani köztelet folytatásának megfelelően Fóti út, és ez a gyönyörű létesítmény pedig a Fóti út 1-es. Egyébként szabad számot, ugye nem felhasznált számot kapja. Ez az első szavazás. Igen. Igen. Bizottságom ellen nem szavazom. Ennél erősebb lett a második szavazás, ugye egyel, hogyha egy hangú lesz, igen, akkor lássuk a második szavazást, hogy Samsung utca legyen a neve. Igen, gyönyörű. És akkor most mondhatjuk azt, hogy nagyon erős versenyben a Samsung utca a második helyet érte. Még a Fóti út csak az utolsó előtti. Hát az nem volt már, vagy az a maga bizottság azt visszavonta, ugye? Mert ezt módosította. Hát alternatív volt, nem tudtuk. Az ipartelepnél jó volt a logika, hogyha többi partelepen, miért tudom, hogy ez hogy néz ki, igen. Meg az is egy nagyon, nagyon csúnya név az ipartelep is. Az ilyen telepek ezek nem. Igen. Nem, hát csupa negatív érzés fűződik a telepekhez. Milyen telepek kellett telep volt? Mi van még? Az pozitív volt. Pozitív volt? Hát akkor igen. Igen. Gyár utca? Te Újpesten se volt gyár utca. Volt mindenféle utca volt, és ott rengeteg gyár volt, de gyár utca például nem volt. Hát, mert ott volt a gyár. A gyár. Igen. Bár Újpesten volt Izzó utca. A Tungsramhoz kapcsolódóan egy. Volt Izzó utca, igen, volt. A ciklus ember csatája zajlott. Nem volt csata, hát végül beszéltünk róla, nem és hát. Jó. Maga a Samsung méreteiben, megjelenésében elég impozáns és eléggé ott van. Tehát azért szerintem, hogy nem kell külön még hangsúlyozni. Akkor ezen túl vagyunk. 10-es, az önkormányzat és a CIB Bank ZRT közötti bankszámla szerződés meghosszabbítása, Bintér György úr. Köszönöm szépen. Március 31-én lejár a CIB Bankkal hatályban lévő bankszámla szerződésünk, ezért mindenképpen dönteni szükséges. Miután egyrészt egy pályázat esetén történő számlavezető pénzintézet váltás, az nyilván kapacitásokat kötne le, és azt gondoljuk, hogy ebben az évben meglehetősen feszített feladatok várnak az önkormányzatra. Ez az egyik ok, amiért azt javasoljuk, hogy hosszabbítsuk meg a most fennálló bankszámlaszerződést, mert erre jogi lehetőség van. Nem mondom tovább. A többi rész, hogy kedvezőbb feltételeket javasolt a különböző díjtételekbe, ugyanakkor a általában bevett szokásoknak megfelelően a tranzakciós illetéket, azt viszont kötelesek leszünk kifizetni, úgyhogy igazából adott egy viszonylag kedvező ajánlatot, változatlan összegű folyószámlahitel keretet, 350 millió forint az továbbra is fennáll, és egy évre kötnénk ezt, erre a jogszabályi lehetőség
megvan, és ugye a másik indok, ami még azt erősítette, hogy, hogy ne változtassunk, miután folyamatosan lebeg a önkormányzati szféra fölött egy esetleges ilyen tevékenységet ellátó központi szoftvernek a megjelenése a rendszerben, akkor pedig egy évre nem feltétlenül jó váltani. Úgyhogy ennek alapján készült a határozati javaslat, amit kérem szépen, hogy fogadjunk el. Szabó Csaba úr. A pénzügyi bizottság támogatta, hogy egy évvel hosszabbítsuk meg a szerződést és javasolja a testületnek elfogadásra. Köszönöm szépen. Köszönjük. Ha nincs más kérdés észrevétel, szavazzunk az elfogadásról. Köszönöm szépen. 11-es Szent István utcai parkoló szabályzása, ez a Fáceni 2-es óvoda egység előtti szakasz, 72-73 oldal. Igen, Simon Tamás úr. Gyakorlatilag itt a A Kastély központi óvoda vezetője fordult az önkormányzathoz, illetve a berőzési osztályhoz ezzel a kéréssel, hogy hasonlóan a Kincsem óvodához a Szent István utcában, mivel van ott egy oldalbejárat és elég kevés a parkolók száma, a szülők kibe szállásának, illetve a gyerekeket hozó szülők leparkolásának könnyítése végett időkorlát kerüljön bevezetésre. Ez ugyanaz a rendszer lenne végül is, és megjegyzendő, hogy nagyon, nagyon közel a kereszteződés, tehát a Rákóczi utcában, a vasútállomás környékén kialakított zúzottköves P+R parkolókban elegendő hely van a megállásra, és csak néhány métert kell sétálni annak, aki hosszabb időre meg akar állni. Úgyhogy én javaslom ennek elfogadását, hogy vezessük be az óvoda kérése alapján ott is a időkorlátos parkolást. Észrevételek, kérdések? Városfejlesztési tárgyalata? Támogatta. Rendben van. Ha nincs, akkor szavazzunk a szabályzásról. Köszönöm szépen. 13-as útelzáró oszlop felállítása a Széchenyi strand bejáratánál. Kovácsik Tamás az előterjesztő. Igen, régi probléma már, hogy a Lassagözi Széchenyi strandra gépkocsival be lehet járni, hol nem lehet bejárni. Ha sorompot építettünk, akkor azt tették tönkre, ha bármilyen más eljárással próbálkoztunk a behajtás megakadályozására, Ez sosem vezetett eredményre, ezért viszont kezdődik a strandszezon, és szeretnénk, hogyha a lehajtást minden körülmények között meggátolnánk, és csak azoknak adnánk behajtási lehetőségeket, akiket a munkája odaköt. Azt is természetesen csak korlátozott számban. Ezért felkérjük a beruházási osztály vezetőjét, hogy oldja meg a gépkocsi behajtás megakadályozását valamilyen műszaki megoldással, és csak azoknak adjon bejárási lehetőséget, akik vagy áruszállítás, vagy személyes munkavégzés miatt hajtanak le. Egyben kérjük fel a rendőrséget és a közterületfelügyeletet, hogy ennek végrehajtását rendszeresen ellenőrizze a szezon folyamán. Köszönöm szépen! Kérem Tamás! Kiegészítésre annyit szeretnék, illetve csatlakozva a képviselő úrhoz, elnök úrhoz, hogy ez már nagyon hosszú évek óta húzódó probléma, a lehajtás. Ugye volt ott sorompó is, ezt nyilván akik itt ülünk tudjuk, de a nézők esetleg nem. Sorompót megrongálták, örökös probléma volt, gyakorlatilag rengetegen, vagy legalábbis többen parkolnak ott. A cél az, hogy egy szép park alakuljon ki, illetve fennmaradjon, illetve tovább fejlődjön azon a területen, és ezért én javasolom a fizikai oszlop állítását is, hogy elküljük azt, hogy örökké ott kelljen ellenőrizni a közterületfelügyeletnek
a behajtási tábla ellenére behajtott autókat és büntetni. Egyértelmű legyen az oszlopon, természetesen nagyon fontos, hogy könnyen kivehető legyen, rögzíthető, illetve megfelelő fényvisszaverő csíkokkal jól látható legyen, tehát hogy semmiképp ne legyen baleset, mellette elférnek a gyalogosok, kerékpárosok, illetve a tároló kukákat, konténereket is el tudják mellette húzni, tehát ez lenne az előnye. Jó, szerintem is egy lehet egy megoldás, az eddigi megoldások sem azért mentek tönkre, meg nem működtek, mert ilyen különösen gonosz emberek itt szétszaggatták, hanem maga a környezet ezt eltűrte, generálta. Hát a vendéglőhöz lemenő kocsikat, ha kivette a sorompót, vagy fölhajtotta, a vendéglőbe ment, ugye, és nem a világ végére ment át. Tehát alapvetően nem ez a hely volt a túlcsordulása a közterületfelügyeletnek, ahol megszakadtak, ugye állandóan ott voltak, és nem tudtak boldogulni egy túrót. Sose voltak, akkor sose ellenőrizték. És most ezzel ugyanez lesz. Tehát te ezt oda bármilyen oszlopot, ha 3-4 embernél ott lesz a kulcs, és ő megengedi majd a saját üzletkörének és ügyfelek, hogy már pedig gyere, meg mit tudom, ugyanott leszünk a most. Tehát a mindenféle oszlop és mindenféle sorompó nélkül is lehetne ott rendet tartani, ha valóban azt az 5-6-10 pocsit megbüntetnék 2-3, szóval soha többet nem menne oda. De legyen úgy, ahogy elgondoltátok, legyen egy oszlop. Konkrét műszaki megoldás érdekel, hogy hogy fog ez működni. Mert az jól hangzik, hogy legyen rajta prizma, meg egyebek, de konkrétan hogy fog működni? Lesz egy valamilyen csőcsatlakozás az út közepén, ahol beleszállítva egy oszlop, ugye? Most, ha jön egy legális autó, akkor kiemeli az oszlopot, vagy az kijön magától, vagy fölhúzza egy emelő, vagy hogy félreteszi, addig bemegy, visszarakja. Ezt egyszerűen megcsinálja soha többet. Hát nem fog kiszállni a kocsiból, nem fogja az oszlopot emelgetni, nem fogja, hanem nyitva hagyja. De legyen igazatok. Tehát hogy működik a technikailag a megoldás? Konkrétan mit tesz? Mit teszel, hova, mekkorát, milyen csövet, vascsövet, nem vascsövet, milyen magas, hogy fogod megoldani azt, hogy azt, amikor a sofőr bemegy, ki kell emelnie, ki kell szállnia, vagy hogyan? Vagy jön egy hölgy, lemegy annak jogával lemenni, akkor fogja emelgetni a 50 kilós vasat, vagy mit csinál? Nem fogja emelgetni persze, ugye? Vagy a fújjárőcsi majd ott azt a 10 méterre mindig emelgeti a vasat, és beáll a kis kocsijával, meg aztán kiáll. Egyetlen ki mehet majd be? Tehát ki kapnak jogosítványt? A vendéglő az áruszállítással? Akkor már ugyanott vagy, ahol most vagy. Ki kap? Hát ezeket a részleteket, már ott van az ördög a részletekben. Az jól hangzik, hogy teszünk egy oszlopot, azt akkor. A Dunakeszi hivatalnál van egy ilyen oszlop, ugye az leolvassa a rendszámot, szépen leenged, visszajön, ugye, hogy kell, egy lámpa jelző, hogy most már len van, nem megyek rá. Ott szoktam átmenni, ha rövidítem az utat, mert a rendszám benne van a rendszerben, a kistérségi találkozók miatt. És az működik, mi a automata rendszer, és ugye nem azon múlik, hogy én kiveszem-e és a saját kis kulcsommal kinyitom-e, hanem az, hogy a számítógépes rendszer azonosítja a rendszámomat. Igen, de az megoldja azt, hogy aki más kocsival jön, nem tud bemenni, ha nincs benne a rendszerben a szám, mert nem megy le az oszlop. De ha ez rá lesz bízva emberi döntésekre, 3-4 embert, kajakosokra, többire, az sima járkálás lesz, ahogy eddig is volt. Mert a sorompó is ott volt rajta tábla, ugye behajtani tilos. És úgy mondjuk, hogy megrongálta, ki a fene rongálta meg. Arra ment egy piarista diák, és összetörte a sorompót a túrót. Tehát azok a rongálják, melyik lejártak. Úgyhogy én szkeptikus vagyok, abban ez fog működni, de hát akkor legyetek rajta, és akkor majd mindig kérdezem, hogy akkor ez hogy működik. No. És a köztelesek se ebbe szakadtak meg, hogy ott ellenőriztek. Mutassanak itt a nyilvántartásokat, kit büntettek meg mondjuk az elmúlt 5 év alatt. Hányat? Pedig kim volt a behajtani tilos tábla? Mutassák meg, hogy hány ember lett megbüntetve. Talán lehet, hogy volt egyszer-kétszer, amikor beszéltünk róla, akkor leszaladtak, aztán egyet megcsíptek. Hát a Barból még egy más típusú köztelesfegyelő volt. Tehát ő föl tudta vállalni azt, hogy oda megy, és ugye kellő komolysága is azt, hogy uram, hogy meg van büntetve, és hát ez van. Ő még megtette ezt. De ez most is ugyanúgy föl fog állni, hogy ha van kulcs hozzá több embernek, akkor nem lehet tudni, ki engedte le, hogy vagy könyvelni fogjuk. Hát eddig is az volt, ide a hivatal be lett szólítva az adott vendéglő és az adott ember, itt kapott egy papírt, aláírta, hogy nála van, és akkor ő így meg úgy meg, aztán semmi. Tehát végül is eddig is megvolt egy ilyen szigorú rendszer, csak sose tartott ebből az a hivatal, amelyik ezt a rendszert próbálta ráhúzni arra a területre. Mert egyszer sem ellenőrizte meg, hát elnézte, hogy
ugye, hogy lent állnak, és a fűvön és mindenhol valóban tönkreteszik. Tehát jó lenne rendbe hozni, csak hogy ez működjön is. Tehát az, hogy valamit csinálunk, aztán... De lehet, hát ha utána fogtok járni, nézzek az oszlopot, hogy működik, hogy fogja kivenni a kis sofőrnő, mondjuk, aki megy, akinek joga van lemenni, ezek kik fognak jogosítványt kapni. Tehát ez így lenne komplex, ha itt lenne az, hogy az alábbi három személy kap jogosítványt, és nem több, és egy kocsival, és nem a személy, hanem a kocsi, mert akkor 5 kocsival megy le. Fölmegy, beül egy másikba, és lemegy azzal is. Mert az ő barátja, az ő ügyvezetfele, fontos ember, képviselő, polgármester, mit tudom én. Hát a valóságban működni kell a dolognak, és hát... No, de biztos, hogy fog, Kovácsi Tamás. Én egy olyanra a technikai megoldásra kapcsolatban szeretném mondani. Én egy olyanra gondoltam, hogy vagy egy már parkolókban egyébként használt, felnyitható, sok helyen használnak már ilyet. Ismerem, igen, ezt a kis... Vagy ezt a felnyitható módszert, vagy ha az oszlophoz ragaszkodunk, akkor az oszlop is egy zsanéron ledönthető, átmehető fölött, és utána visszaállítható. De ki kell szállni a kocsiból, oda kell menni, a kis kezével meg kell fogni, ki kell nyitni a lakatot. Ha nem száll ki, akkor nem tud lehajtani, igen, és ez is, igen, lehet egy cél. Igen, ki kell vetni a lakatot, kulcsnak kell áll lenni, annak a lakatnak aztán lehet már 16 kulcsa. Vagy a lakat sorszámát föl kell írni, ugye, hogy ezt a lakatot adhatjuk rá, és ennek 3 dedikált kulcsa nem, volt. Nem, hát mindenki büntethető, akinek nincs a jegyzőúr által kiadott engedély. Hát ez most is így van. Ez most is pontosan így van. Van kiadott engedély, már 5 éve, 10 éve, az személyeknek. Most is így van. Most újjá alakuló közterületnek ez feltétlen fontos, jó, megbizatása lesz. Hát én bízom benne az működésnek. Mutassátok. Mutassátok meg. Igen. Történelem ismétli önmagát. Bizonyára. Ciklikusan néhány évente ugyanok a dolgok ugyanúgy megismétlenek, és ugyanúgy nem fognak működni. Azért, mert emberek vannak mögötte, és hogyha nem vagy elég, nincs mögötte a technika, hogy megkorlátozza, akkor az ember maga oda fogja adni a kulcsot, meg a lakatkulcsot, megsokszorosítja. 500 forintért csinálnak egy plusz kulcsot, vagy 1000 forintért, és akkor 50 embernek lesz kulcsa. És akkor nem fogsz ott állni most, hogy milyen kulcsa nyitja, hogyan. Csak neki lesz bosszúság, szerencsétlen, mert ki kell nyitni a vasat, meg vissza kell rakni. Biztosan. Úgy van. Meghatározzuk a lehajtási időt. Tomi, rád van bízva. Rendben. Ez a te reszortod lesz, lemegyünk oda a rendőrségen, megnézzük. Ha ott valaki lenne, téged fogunk fölírni telefonon. És megbüntetni is? Nem, csak hogy akkor gyere, nézd meg és mondd el, hogy mi történik. Rendben. Csak egy apróság annyi, hogy... A polgármester úr kérte, akkor én javaslom, hogy akkor a bizottságon belül készüljön egy egyszerű kis anyag erről a lehajtási rendről, meg a megoldásról. A jogosultakról. Tehát arról a megoldásról, mindenről. Ki mehet le? Igen. Az összes kajakos? Az összes, mit tudom én, mozgássérű? Tehát ha valaki jön a vendéglőbe, vendég, ugye, és ő speciál mozgássérű, akkor őt le kell engedni. Akkor följön leengedni. Mennyire mozgássérült? Rálja a lába, nem tud menni, rosszul lépett. Hát ezeket kell úgy elérni, hogy ezek működjenek, mert a polgár megtalálja az a saját kényelméhez a lehetőséget, biztosan, hogy ő azt akkor mindenkinek fájni fog a lába. Hát tudom, ilyen nehéz, én tudom, hogy nehéz, csak ha van egy megoldás, ami pénzbe kerül, és nem fog működni, akkor elmélek megint egy évben, akkor megint nem fog működni. Értem, tehát erre rá kell akkor ez tényleg működjön, és ez legyen szíva. Ha meg se próbáljuk, akkor Jó. Akkor szavazzunk. Es napi rend, szociális bérlakás céljára használt ingatlanok számának bővítése, előterjesztő Sipos Rihárd képviselő. Köszönöm szépen, az mindenki számára ismert, hogy a gödi bérlakások száma az meglehetősen alacsony, az igény az viszont magas rá, és ahogy én tapasztalatom, ez folyamatosan nő.
Amiről ez az előterjesztés szólna, hogy a képviselőtestület fölhatalmazza polgármester urat, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-hez forduljon, azzal a kérése, hogy megtudjuk, hogy hány gödi lakóingatlan van a városban, ami jelenleg az állami vagyonkezelő tulajdona, és ezt próbálja a város megszerezni, akár használati jog, akár tulajdon jog tekintetében. Nyilván, hogyha válasz érkezik, akkor onnantól lehetne folytatni ezt az ügyet. Jelenleg csupán erről van most szó. Köszönöm. Lenkei György úr. Köszönöm szépen, tárgyaltuk és pártolólag terjesztük a testület elé. Azzal a kis kiegészítése, hogy ne legyenek illúziónk, hogy nem tömegével jelennek meg ezek a lakások a szemünk előtt, ha ez a fölmérés megtörténik, de szavazzuk meg és csináljuk. Van esély, hogy néhány lakás esetleg így fény derül, és akkor ez mindenképpen lenne, lesz, aki ezt fogja igényelni. Hogyha több lenne belőle, akkor a pályázati rendszerünk ugye élesítése kerül, és akkor adott pontszám alapján lehet eldönteni, hiszen igénylő nagyon sok lenne, lakás meg valószínűleg nem lesz sok. A régebbi rossz ingatlanoknál számolni kell egy felújítási költséggel, tehát ez akkor lenne jó, hogyha nem csak a lakás megkapását vagy a megszerzését tűznénk itt szó, hanem valamilyen pályázati formában a rendbehozását akkor, mert új lakásépítésre időnként ad az állam bérlakásépítésre támogatást különböző helyekre. Egy öreg házat, ha megkapsz, akkor rá kell költeni jelentős pénzt, hogy az lakható legyen, és utána a szociális bérlakás fenntartása mindenképpen rendszeres költsége jár, mert a lakbér olyan alacsony, hogy abból nem lehet fenntartani egy épületet. Tehát később is ez költségekkel jár a város részére. Mostani állomány viszonylag kicsi, általában nincs is lehetőség, csak ha valahol ugye megüresedik a lakás, ez pedig nagyon ritkán történik meg. Másrészt azért itt a lakás iránti igény az érdekes, mert valamilyen egyéb dologhoz kapcsolódik, például a banki problémákhoz. Tehát mikor a bankban, a családi házban egyébként lakó emberek, akiknek van lakásuk, tönkre megy a lehetőségük, akkor jön ez az igényük elő, és akkor ez az amiatt, mert egyébként volt lakás, ha csak egyéb kondíciók miatt megváltozik. A beköltözők azok általában lakást vesznek, és nem úgy jönnek ide, hogy szeretnék kijönni Pestről ide és szociális bérlakást kérnék, hanem úgy, hogy az oázisba tömegesen épülnek a társasházak és nagyszámú ember költözik be, nem szociális lakásba. De mindenképpen el kell menni, mert ez vagyonnövekedést eredményezne, ha sikerülne találni néhány ilyen ingatlant, és néhány emberen segítene is. Hát ez támogatandó. Pintér György úr. Köszönöm szépen. Csak arra szeretném én is felhívni a figyelmet, hogy maga az előterjesztés címe meg a határozati javaslat az nem egészen van összhangban. Maga a határozati javaslat az részemről is maximálisan támogatható, és jó szívvel támogatom. Abszolút egyetértek azzal, hogy vagyongyarapodás lépne föl, ami megint egyértelmű önkormányzati cél kell legyen. Amennyiben több ilyen ingatlan van, akkor viszont az lenne a célszerű, hogyha az önkormányzatnak szabad keze lenne abban, hogy melyik részét fordítja ezeknek a lakásoknak esetleg szociális célra, melyik részét fordítja esetleg akár értékesítést, és abból más ingatlanokat pedig fel tud újítani, tehát hogy kicsit komplexebb keze legyen ebben a területben, mert abszolút ugyan, hogy polgármester is mondta, ha csak szociális bérlakásba gondolkodunk, ez egy folyamatos kiadást jelent ellenben, hogyha mondjuk ennek egy részét be lehetne ebbe forgatni, akkor talán úszadóvá ki lehetne hozni a történetet, de az egész hipotézis kerüljünk képbe, erről szól a határozat. Rendben. Kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor szavazzunk. Egyébként itt ehhez kapcsolódik részben, de hát azért nem csak ehhez, de azért elmondanám, mint tájékoztatást, hogy az oázis lakóparkban folyó telek felhasználások azért olyan ütemet vettek, hogy előbb-utóbb azért el fog fogyni, ami annyiból szerencsés, hogy az oázis talán megszűnik, mint építési terület, most már ott 15 éve lassan, hogy folyamatos építkezés folyik, és az ott lakók építési területen laknak gyakorlatilag. Hát ez most fölgyorsult, és viszonylag hamar elkelnek a ház, vagy legalábbis megépítik őket, hogy el kell-e, azt nem tudom. Akkor a termál lakóparknál is
ugye úgy hívják, hogy termel, ugye, igen, ott is lehet látni, hogy most is a HÉSZ módosítása kapcsán, vagy a elfogadása kapcsán már megjelentek ilyen négyes társasházi igényekkel, építési igényekkel, normális jó kinéző házak, az is viszonylag hamar be fogott telni, nagyon sok telket eladtak, és sok ház, aki járt, arra láthatja, nagyon kellemes kis környezet alakultott ki, korrekt házakkal és termállakópark. Öreg futó utcáról ott befele. És akkor ott jön a temetőtábla kérdése, amelyik most megint fölmelegedett. Ugye a temetőtábla az a 2000-es évek elején szerzett ott az akkori tulajdonosok gyakorlatilag jogosultságot arra, hogy a lakóterületté fejleszték a temetőtáblát. Itt majd nekünk kellene gondolkodni azon, hogy a temetőtábla nevet mi magunk a saját szóhasználatunkba változtassuk meg valami pozitívabb kicsengésre, mert nem biztos, hogy valaki a temetőtáblában, vagy a temető falakóparkban akar megalapozni az életét, tehát valami... Igen, valami, ez a mi dolgunk lenne, mert mi hívjuk temetőtáblának, nem tudom, ez a hivatalos néve, vagy csak itt kialakult a szlengben, de valami más nevet mondjunk, és utána úgy beszéljünk róla, hogy ezt elégyen is el, akkor újságban, egyéb helyeken, hogy akkor ezt úgy hívjuk, hogy nem tudom hogyan, de valami. És akkor ezen a területen több cégnek volt területe, már a 2000-es évek elején próbálták ezt 2000 körül előtte, 98-ban beépíteni, akkor jött a válság, problémák voltak, örökösödés, egyébek, de most megjelent megint a legnagyobb tulajdonos gyakorlatilag, aki részben már föl is vásárolt még területeket, és építeni akar. Ez azt jelenti, hogy szabályozási tervet fog készítetni a területre, ehhez joga van, ugye ott ez gyakorlatilag 40 hektári terület, ezen baráti számítások szerint is 1000-1200 lakás létrejöhet. Ami azt jelenti, hogy hát egy lakás 1200 szorozatok be mondjuk másfél-két emberrel, ami egy lakásban biztos lesz, tehát 2500 ember akár ott megjelenhet néhány éven belül, és nincs eszközünk arra, hogy ezt ennél lejjebb nyomjunk. Szerintem. Tehát ha lehetne, de akkor jöhetnek a kártérítési perek, ahogy már máshol is volt ilyen, még ha nem is indokoltak, de jöhetnek. Tehát ott meg fog jelenni ennyi ember, akire gondolni kell közlekedésben, ellátásban, óvodában, bölcsödében, iskolában, nem nekünk, de a többiben nekünk. Nincs ellene, vagy nincs is ok, hogy ellene fölépjünk, mérséklési okunk lenne, vagy lassítási, vagy de arra sincs igazából, tehát ha itt van erre igény, mert a beruházó akkor fog lakásokat építeni, ha azra van vevő. Ahogy megszűnik a piac, vagy leáll, azonnalba fogják hagyni, azt gondolom, ezt nem építenek üreseket. De amíg ez a konjunktúra van, addig ez elkerülhetetlen, tehát nőni fog a lakosság ott is. Még az oázisban is. Hát ez van, ugye ebből számolni kell. Biztos van, sokan mondják, hogy ez nem, ezért költöztek ide, mert ez egy jó kis faluba jöttek. És akkor most már hol ez a falu, meg az a kertváros, meg kertfalu. Egyrésztről kellene a kertváros meg a falu, másrésztről kellenének a városi szolgáltatások. Ugye ez a két dolog kellene egyszerre, hogy minden utca aszfaltos legyen, minden járda jó legyen, minden klassz legyen, de azért maradjon falu. És akkor miért jön valaki ide társasházba? Miért nem lakik Pesten? Miért jön Gödre, mikor? Hát itt a kertes háza a lényeg. És erről folyik egy kis polémia itt a nyilvános fórumokon, és sok érdekességet mondanak, hogy egyrészt hát sok ember mennyire másképp látja a dolgot, hát homlok egyenest ellenkező véleményen, és mindenkinek lehet igaza, hogy azért, aki ide költözik egy társasházba, egy két vagy négy lakásos társasházba, az kertgondozás, meg hótkotrás, meg áropucolás, meg fanyírás nélkül is hozzájut a kerékpárhoz, a termáslandhoz, a Börzsönyhöz, a Dunaparthoz, a golfpálya területén csatangolhat. Tehát egy csomó dolgot megkap, és nem kell ugye, ahhoz még neki ott a kertjét, meg a többit, meg a szomszéddal különösebben veszekednie. Tehát azért van előnye ennek a rész, másrészt olcsóbb is. Tehát egy féltársasházi, tehát egy ikerház egyik fele 32-35 millió most az oázisban, ezt egyért hirdetik, egy új építésű, mondjuk 100 négyzetméter, 35 millió, a lakás meg az persze az kisebb, és ugye az meg 18-20-16 ilyenek kaphatnak egy 60-50 négyzetméteres lakást. Nem ugyanaz a kategória, de mégis ugye, arra is van igény. És most nagy igény van. Tehát ezen kell majd gondolkodnunk, hogy mit tehetünk ezzel a növekedéssel, mert pillanatok alatt leszünk 23 ezeren. Most 20 ezer van már szerintem, vagy már fölötte is van. Bár a statisztikában még nem,
nem. A 20 ezeres lépésnél még vannak kötelezettségek is, amik megjelennek a 20 ezer fölötti létszámnál a város részére, de mindenképpen még egy 2-3 ezer, abban semmit sem csinálunk is megjelenik. Meg hát egyéb, majd a hésztre tárgyaljuk, akkor lesznek egyéb vonatkozások, hogy például a melegvízű strand környékével mit kezdjünk. Ugye, mert kétféle szempont van. Egyik az, hogy a lakások legyenek lehetőleg kicsik, alacsonyak, ne legyenek túl magasak, legyenek ugye olyanok, hogy illeszkedjenek a mi általunk favorizált, vagy a örökölt kertvárosi jelleghez. De lehet látni, hogy az oázis környéken már nem a kertvárosi jelleg. Nem úgy. Egyes részei jobban kiépítettek, vagy nagyobb házakkal is. Egy csomó nagy ház épült itt a kettes mentén is, vagy komoly társasház épült igényes kivitelezésben, jó megoldásokkal, de mégiscsak 4-6 lakásos társasházak. Ugye itt a... De most itt vannak. Hát most már mondhatom, azt ott vannak társasházak, és megcsinálták becsülettel. És vannak is benne a lakók, akiknek ez megfelel. Tehát, hogy mi legyen a melegvízű strand környékén. Tehát ha az ember jár az országban különböző ilyen strandos helyeken, akkor ahol ilyen termálvíz kincs van, ott a környéken mindenképpen meg mindenhol. Tehát legyen ez Zalakaros, vagy bármelyik Sárvár, vagy bárhol elmegy, annak a környékén egy magasabb építésű, városiasabb jellegű központ alakul ki, amiben vendéglők vannak, szálláshelyek vannak, apartmanok vannak a melegvíz környékére. Most mi itt részben talán nem kellett volna, vagy nem figyeltünk oda eléggé. Persze a kérdés, hogy mikor és ki, mert azért egy hosszú 30 éves folyamat van. Az oázis környékén egy ilyen lakórész alakult ki, ami ránőtt a melegvíz a strandra. Körbenőtte gyakorlatilag. Nem egészen még, de már igen. Na most, ha strandot akarunk, és akarunk ebből bevételt és valamit, akkor oda kell néhány épület, amelyikben szálláshely lesz valamikor. Persze a társasházas, majd akinek van egy társasháza 100 négyzetméterrel, az előbb-utóbb rájön arra, hogy a lakását kiadja a strandhoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz szálláshelyként. Sokkal több bevétel van, mint ha ő maga lakik benne. Jobb, ha bérel arrébb 500 méterrel önmagának egy lakást. Mert a kettő között még mind maradt 150 ezer forint esetleg. De ez a folyamat, ott figyelembe kell vennünk, hogy a strand környékét a továbbiakban nem szabad hagyni, besűrűsödni, hogy ráépüljenek a magán kis házacskák a körbe. Tehát ott hagyni kell néhány helyet arra, hogy ott a nagyobb épület akár panziószerű, akár kisebb szállodaszerű, vagy szolgáltatóház elkészülhessen. Ez az oldala, a belső oldala, az oázis felől már eléggé lehet, már az már gyakorlatilag determinált, ott már nem sok lehetőség van. De még a golfpálya szélős sávjában még elvileg van lehetőség. Tehát ha a golfpályához hozzájutunk valamilyen konstrukcióban, akkor a strandnak az összes parkolóját ki kellene venni abból a strandtömbből, ami körbe fogja a strandot, azokat nettó értékes területté tenni, és a parkolást áttenni a Kinizsi utca másik oldalára a teniszpálya folytatásában végig a 6603-as területre. Hogy legalább a parkoló azt az értékes területet ne terhelje, hanem az kerüljön át a másik oldalra. Tehát ezekben a kérdésekben kell, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a strandot bezárjuk, és megtesszük a családi kis pancsolóvá hagyjuk, vagy pedig kicsit kiengedjük, és egy magasabb árfekvéssel valami pénzt is hoz, mert így is hoz, így sem veszteség, de ebben sokkal, de sokkal több van. És ezt is reklamálja a lakosok. Nagy része, hogy miért nincs a strandban valami kezdve. Másrészt meg ne építsünk semmit, csak kis földszintes házakat a környékre. Na most itt megint az van, hogy ha olyan házat építenek, amiben 30-40 négyzetméteres lakások vannak, erre nagy igény van a fiatalok körében, mert amit az előbb elmondtam, hozzájött a szolgáltatásokhoz, de nem kell neki egy házat takarítani, fönntartani, mert nincs is annyi pénze. Ezek a lakások később szolgálhatják a melegvízű strandnak az apartman jellegű dolgait. Máshol is így van, hogy 25-30 négyzetmétereket adnak ki, amiben van két szoba, és a család beköltözik, és fizeti a napi 15 vagy 20 ezer forintját, ugye, ami egy hónapban 300 ezer, azért a lakásért, amiből aztán átjár a strandra, elmegy a kerékpárúton, és élvezi az egyre fejlődő attrakcióinkat, lovasportot, meg egy csomó dolgunk van azért már, amit azért lehetne jobban összefogni, hirdetni, egybeszervezni, kiajánlani, kis turinformidodát csinálni, ahonnan ezek ugye elérhetőek. Pillanatnyilag egy kiadványunk sincs, ugye már dolgozunk, hogy legyen, vagy dolgoznak, akik foglalkoznak vele, én nem veszek részt, amit odaadhatnék bárkinek a kezébe, hogy itt van egy gödi kiadvány, nincs.
ahol föl van a sorolva, amiről beszélünk, ugye, hogy gyere ide, mert ezeket kapod meg, nincs ilyen. Ott a Dunapart kitűnő lehetősége, ott a kis kalandpark, most a Dunaparti nyaralóházában, ami szintén sok embert vonz, mert tényleg sok ember megy oda. Ott még a esetleg most, ha megnyílna egy turisztikai fejlesztési lehetőség, és úgy néz ki, hogy megnyílik, egy kis pénzt lehet kapni erre, akkor ott lehet épületet rendbe hozni, bővíteni, esetlegesen a Felsőgödön is egy kis több vidisportot, mert a GSE időnként meglódul Felsőgödön is, és csinálna ott egy vidisportot, főleg akkor, amikor valaki más is akar csinálni, és aztán, amikor az a más abba hagyja, akkor a GSE is visszavesz a rendületből, és most ott nincs élet ilyen szempontból. Kerékpárkölcsönzés lehetne, Margit utcában nyílt egy kerékpárkölcsönző, azt nem voltam ott, de láttam a hirdetését, ahol jó kerékpárokat lehet kapni, és lehet menni, túrákat lehet szervezni. Tehát vannak lehetőségek, de egyrészt a strand környéke nagyon fontos, ebből visszakanyarodva oda, másrészt ott az épületekkel lesz ebből vita, gondolom, mert mindenféle érdek fog érvényesülni. Aki a oázisban lakik, és a kilátása megvan a hegyek felé, az nem szeretne oda elé, csak hát 2 méter magas házat. Ugye, mert már a normál családi ház is elveszi, azért nem kell ahhoz 3 emeletes házat építeni elém, hogy utána legyen kilátásom. Sajnos ez van, de hát senki nem kapott örök panorámai ígéretet, mikor valahova oda költözött. De lesz, aki azt mondja, hogy kérem, ne építsenek ide semmit, mert akkor én nem tudok kinézni a hegyek felé. Tehát ezekkel majd meg kell birkózni, vagy legalábbis meg kell egyezni, mert ott azt a területet nem szabad hagyni egy ilyen rubickoló, és akkor ott körben meg van néhány családi ház. Ez egy pazarlás. Jó. De ezt akartam itt elmondani, hogy itt azért ezt nézni kell, amikor egyrészt, hogy rengetegen beköltöznek még, másrészt, hogy úgy is beköltözik, hogyha nagyobb házat építenek, akkor más a viszony, persze, mert oda többen élnek meg fajlagosan egy területen, de én ezt a felhasználásszerű oldalát mondanám, hogy a későbbi ebben a szálláshelyeket tudjon biztosítani. Nem mi, hanem akik ezt intézik. Na most a beruházók akárhol építenek, az oázisban legalább 100 beruházó épít most egyszerre. 100. Mindegyik megvette a telket, megépíti a házat és el fogja adni. Miért épít? Amire van bevőkereslet. Egyik se építi olyat, amit aztán nem lehet eladni. Hát ha megjelenik itt egy beruházó bármelyik bárhonnan, legyen az bárki, és azt mondja, hogy ilyet szeretnék építeni, egyrészt vagy hagyjuk, vagy nem, ugye, ha van rámódunk, de azt fel lehet tételezni, hogy nem akar olyat építeni, amit aztán, amire nincs igény. Mert nem a saját pénz ellensége. Az is igaz, ha valaki épít bármit, vagy csinál bármit, cipőt javít. Már a szomszéd azt mondja, ez a disznó, vagy ez a rossz ember, mennyi pénzt keresett a cipő csinálásra. Ugye? Ez benne van az emberekben, hogy a másik, ha épít, ha beruház, ha vállalkozik, akkor meg vagy nem tudom, miket csinál, vagy zöld hulladékot kezel, vagy ebben pénzt keres. Igen, de hát mindenki, hogy nyitva van. Hát kis Péter azt mondja, van egy kis pénzem, és én kezdek el építkezni. Hát építkezzen. Hát azonos joga van mindenkinek. Persze az már nem megy, mert ugye azért nem olyan egyszerű ez. De az, hogy a másik miért csinálja, vagy miért keres rajta a pénzt, ez nem a mi dolgunk. A mi dolgunk az, hogy kellő keretek között tartsuk, és a távlati célokat, és én azt mondom, hogy az egyik legfontosabb távlati cél a melegvízű strandnak a nem tönkretétele. Mert a beütőpálya melletti egyébként elfogadható lakóterület, amelyik ugye az út belső udvaros és 6-8 lakások, vagy 6 vagy 8 lakás van a belső udvarban, azok ott emberek lapnak és szeretik azt a helyet. De én azt mondom, hogy én nem szívesen vennék egy ilyen jellegű helyet, de van, akinek ez kitűnően megfelel, és nincs ez azzal baj. De az már túl sűrű. Az már a túl sűrű építés, és mégis átment itt ezeken a szűrőkön, és megvalósult. Tehát most, és el is volt azokon a helyeken, és a meleg vízhez kellett volna igazodni, mert abban van igazán látom, hogy más településeken milyen mértékű fejlődést okoz, ahol egy 2500 lakosú településen 20 000-en vannak nyáron. 20 000 szálláshelye van, de a lakossága 2500. És oda mennek, és kemény pénzt fizetnek a vendéglőkbe, és olyan árakat szabnak, mert hát ugye van vendég, megkéri, hova mész máshova, ott kell lenni, és akkor ugye 4000 egy kaja, nem 2000, mindig gondolom, vagy 2500. Tehát ebben van lehetőség, nem kéne kihagyni, vagy nem szabadna hagyni, hogy a ráépülő egyszerű házakkal ez el legyen zárva egy életre. Na, de majd még fogunk beszélni, úgyhogy elnézést itt a támogatási kérelmek. Szavaztunk a
Igen, akkor a támogatási kérelmek Pintér György, igen. Köszönöm szépen. Támogatási kérelmek akkor szoktak a testület elé jönni, hogyha a alapítványi döntést kell megerősíteni, ugye, mert hogy alapítvány részére csak testület hagyhat jóvá, illetve hogyha olyan költségvetési sorra tesz javaslatot egy adott bizottság, amelyik fölött ténylegesen a testület diszponál, ez a eset van most is. Alapítványi támogatás a bizottsági keretből történik a Gödi Művészet Oktatásért Alapítványnak adott 200 000 forintot a COSB, és ennek a jóváhagyását kérik, illetve a Gödi Sirály Egyesületnek, ott pedig a sportszakosztályok támogatása előirányzat terhére történik a kifizetés, úgyhogy ezt terjesztem a tisztelt testület elé. Nem? Kérdését szerintem. Ha nincs, akkor szavazzunk. Köszönöm. Következő Jegenye utcai telekalakítás, ugye Garabon Sándor úr. A Jegenye utca mindkét oldala be volt építve, egyrészt családi házakkal, másrészt hétvégi házakkal. Az egyik oldalán az erdő mellett volt egy fokhíj. Itt telekalakítást végzett az önkormányzat. Az erdészet határozatot hozott, helyreállítási kötelezettséget írt elő, és pénzbírságot szabott ki azzal, hogy az önkormányzat erdőt vett igénybe. Na most, amikor a parcellázás történt, a telekkönyvi nyilvántartás szerint ez a terület önkormányzati tulajdonban állt, és a megjelölése közpark volt. Ismeretes, hogy az ingatlan nyilvántartás közhiteles. Tehát abba, ami le van írva, ha valaki ahhoz igazodik, akkor nem követel jogszabálysértést. Tehát ez ténykérdés, hogy nem erdőt vettünk igénybe. Az erdészeti hatóság ezt nem vette figyelembe. Fél évvel később bejegyeztette, hogy ez a terület erdő. Azon a címen, hogy beerdősült. Igen, beerdősült, de több tíz évvel előtte. Tehát ilyen hanyagság az erdészet részéről sem engedhető meg, hogy ennyi idő után jegyezteti be az erdő megjelölést. Fellebbeztünk, van másodfokú erdészeti hatóság elutasította, ezt követően bírósághoz fordultunk, a bíróság hatályon kívült helyezte úgy az első, mint a másodfokú erdészeti hatóság hatóságát, és új eljárást rendelt el, ehhez iránymutatást adott. Na most, kérelmünknek és iránymutatásnak megfelelően most az erdészeti hatóság újabb határozata engedélyezi az igénybevételt, és eltörli a helyreállítási kötelezettséget. Tehát kérelmünknek helyt adott. Igen, de elnézést a kifejezésért, két dobása volt. Egyik 6.522.000 forint erdő védelmi bírságot, illetőleg erdő védelmi járulékot szabott ki, hogy azt fizesse be az önkormányzat. Ezen kívül előírta, hogy a képviselő testület tárgyalja meg, hogy szerintük az erdőhöz való hozzányúlás is közérdeket sért, tehát közértek, és a fokhíj beépítése is közérdek, képviselőtestület ezt az ellentmondást oldja fel, hogy a két közérdek ütközik. Erről szól a határozat. Kérem a határozat második bekezdésében egyetlen szó, már baki van, annak a módosítását. A második bekezdés második sorában, amely úgy kezdődik a mondat, hogy közérdek, helyette azt írjuk be, hogy fokhíj.
A határozatban és az előterjesztésben kifejtettük következőket. Elismerjük, hogy az erdő az létesítése és az való hozzányúlás az közérdek, és közérdeket sérthet. Mi azonban nem nyúltunk hozzá az erdőhöz. Fakivágás nem történt. Ezen kívül csereerdősítést vállaltunk, ezzel növeljük településünkön a erdőterületet, következésképpen a település levegőjének tisztaságát. Ezért szerintünk nem sértettünk közérdeket, és a foki beépítése és az érintett terület igénybevétele nem sért közérdeket. A két közérdek egymást kiegészíti. Erről szól a határozat, amit meg kell küldenünk a másodfokú erdészeti hatóságnak. Visszatérve a bírságra, ezt már megfelelbeztük. Egyrészt, amit már mondtam, hogy nem erdő, másrészt, hogy csereerdősítést végeztünk. Ennél fogva jogszerűbben a bírság kiszabása. Kérem szépen a szíves jóváhagyást. Köszönöm szépen. Kinek van kérdése? Ezen az úton tovább kell mennünk szerintem, és hozzuk meg ezt a döntést. Igen. Köszönjük szépen. És egyébek jönnek, ugye? Ez a 2017 évi közbeszerzési terv lenne az első. És akkor a 8-as az a zárkülés, az külön. Júlia? Tegnap kiküldött előterjesztésben szereplő közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan teszünk javaslatot a képviselőtestületnek. Idei évben 10 közbeszerzési eljárás lefolytatását tervezzük, ami természetesen módosulhat a menet közben, olyan helyzet áll elő, hogy újabb pénzeket kap a város, és újabb beruházásokhoz kapcsolódik majd. Ebből a 10 eljárásból 3 lejárt szerződéshez kapcsolódik. Az egyik ilyen az utakjavítása, kátyúzása, kivitelezési munkáira kötött szerződésünk jár le. A másik a villamos energia beszerzésének szerződése jár le az idén, illetve a közterület fenntartási szerződésünk. A maradék 7 eljárás zömében a nagy támogatáshoz kapcsolódik, az 1 milliárd 969 millió forinthoz kapcsolódó beruházásokat tartalmazza. Ilyenek a Fóti úti csomópont kivitelezési munkái, az iparterület csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése, a körforgalmi csomópont építése a Nemeskéri Kismiklós út csatlakozásánál, a Dunaút, Ady Endre út felújítása, illetve a Dunaút 2-es számú főút csomópont átépítés kivitelezési munkái, Göd belterületi útépítés és egy pályázathoz kapcsolódó az 525-ös helyrajzi számon lévő csónakház felújítása kivitelezési munkáinak közbeszerzési eljárása van a közbeszerzési tervben. Ezeknek az eljárásoknak az irányadó eljárás rendjét az egybeszámítási kötelezettség alapján, illetve a közbeszerzési értékhatárok figyelembevételével kellett meghatározni. Az idei évi közbeszerzési értékhatárok árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén nettó 15 millió forint alatti értékhatárig nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, az építési beruházásnál pedig 25 millió alatt nem kell lefolytatni az eljárást. Az árubeszerzésnél és a szolgáltatás megrendelésénél 25 millió
és 64.135.830 forint közötti érték esetén, egybeszámított érték esetén nemzeti eljárás lefolytatása szükséges. Építési beruházásnál 25 millió és 300 millió közötti értékhatárnál lehetőség van az 5 ajánlattevős közvetlen megküldéses eljárás lefolytatására, és 300 millió és 1 milliárd 603 millió között pedig közösségi, illetve közösségi, a közösségi értékhatár 1 milliárd 603 millió fölötti értékhatárnál kell lefolytatni. A szolgáltatás és árubeszerzés itt is 64 millió 135 1830 fölötti közösségi eljárás rend lefolytatását igényeli. Tehát ezek figyelembeli vételével határoztuk meg itt az irányadó eljárásrendeket. Itt arra kell majd figyelnünk, hogy az adott szerződéseket hány évre kötjük, mert itt az adott évek összeadódnak. Itt gondolok a villamosenergia beszerzésére. Itt a becsült érték 2 éves időtartamra számításával kerül még nemzeti eljárásrendbe, ami egy ilyen 44 millió forintos nagyságrendet feltételez a 2 éves időtartamra, illetve a közterületfenntartási szerződésünk, ami az elmúlt 2 évben összesítve 44 millió forint volt, tehát hogyha mondjuk többet szeretnénk, akkor ez nyilvánvalóan növekedni is fog. Tehát ennek figyelembevételével itt is egy 2 éves szerződés az, ami belefér ebbe a nemzeti eljárásrendbe. Ha ennél hosszabbat akarunk, akkor majd módosítani kell a közbeszerzési tervünket, és átkerül közösségi eljárásrendbe, mert 64 milliót meghaladónál már erre szükség van. Ennyi kiegészítés szeretném volna. Köszönöm szépen. Kérdés észrevétel. Szavazunk. Köszönöm. Következő Gödváros közlekedési koncepció elkészítése, Popere Julianna. 109-113 oldal. Ez az előterjesztés is a Gödváros infrastruktúrális fejlesztéséhez kapcsolódik. A tömegközlekedés fejlesztésének ez az első lépése, hogy legyen egy olyan szakmai anyag, készüljen egy olyan terv, egy koncepció, amely alapján a város tömegközlekedését tudjuk biztosítani. A fejlesztési tervben, illetve a közbeszerzési tervben is látható, hogy autóbuszok beszerzésére nyílik lehetőség, de ahhoz, hogy ezt pontosan meg lehessen határozni, hogy hány darab, milyen méret, stb. Tehát ezekhez egy szakember gárda szükséges, erre itt nincs biztosítva szakmai tudás. Tehát emiatt kértünk be ajánlatokat olyan cégektől, akik ezzel foglalkoznak. A határozati javaslatban látható, hogy a 4 ajánlattevő közül az Almandó Alba Kft. Nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot, 1 millió 900 ezer forint plusz áfa összegben, és az is látható a határozati javaslatban röviden összesítve, hogy a tömegközlekedési rendszer, a jelenlegi tömegközlekedési rendszer felülvizsgálata, menetrend, díjszabás, üzemeltetés és fenntartás kérdéseire és a szükséges autóbuszállomány meghatározására, méret, darabszám, kialakítás, műszaki paraméterek meghatározására is választ kapunk majd ebből az anyagból, amit ez a cég fog elkészíteni. Bővebben a mellékletben kiküldött árajánlatkérőben szereplő feladatok ellátása lesz a szerződés műszaki tartalma, tehát ha képviselőtestület ezt jóvá adja, megkötjük a szerződést, és természetesen ezek a koncepciók még a végleges, tehát a testület elé fog kerülni jóváhagyásra, amikor elkészül. Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel. Szavazzunk. Következő kincsemistálló udvarház felújítása, kiviteli szervés módosítása, 114-116 és Júlia. Álló
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás keretében megkötött szerződés módosítására lenne szükség, ugyanis a kivitelező jelezte az önkormányzat felé, hogy a közbeszerzés során kiírt bontott téglát nem tudják felhasználni, illetve nem alkalmas, törmelékes volt, illetve járó felületre nem használható. Ezt a műszaki ellenőrünk, műszaki kollégák, illetve a tervező is alátámasztotta, hogy nem lehet felhasználni arra a célra, amire annak idején a tervezők is gondoltak. Emiatt benyújtotta az árajánlatát a Kincsem Konzorcium, 1.574.560 forint plusz áfás áron szeretnék kérni, hogy módosítsuk a szerződését. Ezt alátámasztva még kértünk be másoktól is árajánlatot, hogy bebizonyosodjon, hogy ez egy megfelelő ár, ugyanis erre vonatkozóan nem volt a közbeszerzési kiírás során ilyen tételsor, amihez viszonyíthatnánk, hogy milyen áron tudunk szerződést módosítani. Úgy ítéljük, hogy ez szükséges. Annyit még erről, hogy magában a projektben van egy 2 millió forintos tartalékkeret, mi ennek a keretnek a terhére szeretnénk ezt a költséget elszámolni. Az irányítóhatóság felé beküldtük az igényünket, még nem kaptuk meg a választ, de ebből a forrásból szeretnénk ezt biztosítani. Köszönöm szépen. Köszönjük. Főépítész. A szót, jól emlékszem, vállaltuk a címeres téglák bemutatását, és ez akkor arra azt a kérdést tenném fel, milyen módon történik ez meg. Én már előzőleg is jeleztem, hogy nem padlóba kéne tenni, hanem falba, hogy látható módon, mert hogy ezek tényleg régi téglák, és látszott, hogy nem alkalmasak a járó felületre. Viszont meg be kéne mutatni, mert sok szép tégla van ott, és meglehetős változatos címerekkel. Köszönöm. És az a helyi, nem tudom micsodat, ami a pályázat kiírásban szerepelt, azt maradéktalanul kielégíti, hogy a gyakorlatilag régen minden faluban volt egy téglagyár, és mindegyiknek más címere van. Igen. És megnézzük a lehetőséget. Rendben. Kovácsi Tamás. Én szeretném kérdezni, mik az esélyei annak, hogy ezt a majdnem 2 millió forintot mi valaha visszakapjuk? Szerintem teljesen jó esélye van. És mi van akkor? Szavazunk, hogy mi biztosítjuk. Már bocsánat. Tartalékkeret van. A pályázat. A beruházásnak a pályázati tartalékkerete a forrás. Értem, és az garancia arra, hogy ezt a pénzt mi visszakapjuk? Mert mondjuk nem szeretnék a vállalkozónak a munkájához hozzájárulni 2 millió forinttal, mint önkormányzat. Mert ő ugye ezt a munkát fölmérte, megnézte, tudta, hogy milyen tégla kell. Nem azon látta kívül, a falban milyen téglák vannak a bontás során. Az még csak rendben ezt is van. Láthatta. De el kell mondanom, hogy mondjuk arra is használták a téglát, hogy a sárba az autó el tudjon menni. Szóval nem, ez az egész tégla kérdés, ez egy kicsit bonyolultá válik attól, hogy kiszedték ugyan a téglát, lehet, hogy nem tudták fölmérni, mert kevés volt, bár nem volt vakolva igazából belül az épület annyira, de én garanciát szeretnék arra, hogy ez a 2 millió forint tényleg visszajön. Amikor kiírta a közbeszerzést, akkor beleírta a költségvetésbe, hogy azokat a téglákat, illetve a burkolatokat az épületből kibontott téglákból kell megvalósítani. Most senki nem látott bele a téglafalba, hogy belülről mi van. Két oldalt fal volt, és törmelékkel rakták teli. Tehát ez csak akkor derült ki, amikor kibontották, hogy ez alkalmatlan, tehát nem megfelelő se a minősége, illetve a törmelékes téglát nem tudják lerakni. Tehát nem is vállalhatjuk be, hogy ilyen burkolatot rakjanak belőle az épületbe. Tehát ez nem a vállalkozó múlott, és ez nem az ő hibája vagy a felelőssége. Ez egy előre nem látható körülmény az, ami miatt ő ezt kéri. És hát én azt gondolom, hogy nekünk is az az érdekünk, hogy megfelelő minőségű burkolat kerüljön le az aljzatra,
És az, hogy erre biztosítékot kapunk, én most nem, én nagy eséllyel gondolom azt, hogy jóvá fogja hagyni az irányító hatóság, hogy egyébként a projekt keretében lévő tartalékkeretet erre a célra használjuk fel, de azért 100%-os ígéretet én nem tudok erre most tenni, mert ez nem rajta múlik. Benyújtottuk a kérelmet, visszajeleztek, hogy dolgoznak rajta, szerettük volna, megkapjuk még a magyarországi hozzájárulást, de azt mondták, hogy ezt nekik nem tudják ilyen gyorsan megoldani, de mindenképpen visszajeleznek. Én bízom benne, hogy meg fogjuk kapni, illetve fel tudjuk használni, mert a támogatás összegben benne van ez a 2 millió forint tartalékkeret, tehát rendelkezésünkre áll maga a tartalékkeret, és gondolom, hogy ezt jóvá is fogják adni. Ha nem, akkor mindenképp visszajön majd ide a testülethez, hogy honnan, milyen forrásból biztosítsuk ezt. Ha nincs más, akkor szavazzunk a szerződés módosításról. Köszönöm szépen! Meglévő útépítési tervdokumentáció korszerűségi felvizsgálata engedélyeztetése 117-120 papára jól jönne. Az infrastruktúrális fejlesztéshez kapcsolódnak. Ahogy azt jeleztük korábbi testületi ülésen, hogy vannak olyan útépítési terveink, amik évekkel ezelőtt elkészültek, azokban az utcákban, amit kijelölt útépítésre a képviselőtestület. Ezek egy részét, konkrétan 6 utcát egy partnermérnökiroda, Kft. Készített el még 2009-2010-ben egy pályázathoz kapcsolódóan, egy közbeszerzési eljárás eredményeként készítette el a terveket a cég, és hát nyilvánvalóan, hogy minden információ az ő birtokukban áll, és a szerzői jogok miatt is hozzájuk kellett fordulni ennek a meghosszabbításával kapcsolatban. Bekértük az árajánlatot, a mellékelt árajánlat szerint látható, hogy 4.210.000 forint plusz áfa összeget jelölt meg a feladatok elvégzésére. Ennek forrását a tartalékkeretből javasoljuk biztosítani, ami 5.346.700 forint. Ami fontos egyébként, itt már a menet közben a terveket nézve, hogy számos helyen módosítani szükséges, a pályázathoz készült útépítési tervek eléggé fel voltak turbózva oly módon, hogy mondjuk kapubehajtókat építünk, kiemeljük az útkereszteződéseket térkőburkolattal, tehát lehet, hogy meg a vízelvezetések nem mindenhol olyan módon vannak megoldva az eredeti tervben, ahogy ma már látjuk, hogy meg kellene oldani. Itt gondolok a Lázár-Vilmos utcában a tér mentén egy nyílt földmentrű árok, az úgy gondolom, hogy ezen módosítani kell, vagy a Kincsem istálló mellett lévő Mihácsi utcában, ott a Kincsem utca környékének vízelvezetése nem megoldott, tehát ezekre újra és újra vissza kell térni, és ebben a tervben már oly módon kell majd meghatározni, hogy megfelelő minőséget, illetve megoldást találjunk ezekre a problémákra. Tehát ezt jelezve adta az ajánlatát a tervező, hogy ezeket a módosításokat, illetve a felülvizsgálatokat el kell készítse az adott útépítési tervekben, és engedélyeztetni kell, illetve árazatlan költségvetést kell készítsen. Ami nem túl biztató viszont, hogy körülbelül egy fél éves határidőt jelölt meg, amire engedélyes terveket tud biztosítani, ami azt jelenti, hogy szeptember vége. Jeleztük, hogy egy kiemelt projektről van szó, hát az legfeljebb egy hónappal tud lerövidülni, meg azt is jelezte, hogy miért nem tavaly kértük, hát mondtam, hogy hát elnézést, még akkor nem voltunk olyan helyzetben, mert tavaly nem volt annyi munkájuk, most rengeteg munkájuk lett, tehát egyébként nyilvánvalóan több időt vesz igénybe, hogy át is kell dolgozni ezeket a terveket. Szóval ezt csak amiatt mondom, hogy ha ez szeptember vége, és még közbeszerzési eljárást is le kell folytatni, nem biztos, hogy ezek az utcák idén megépülhetnek.
Viszont van néhány olyan útépítési, engedélyezési eljárásunk, ami korábban befejeződik, és amint lesz engedélyes tervünk, nyilvánvalóan elkezdjük az útépítéseket, és ezért is került bele a közbeszerzési tervbe is már belterületi utak építése. Kettő biztosan, a Pöltenbergernő utca, illetve a Török Ignác utca útépítési engedélyezése az már előre haladott állapotban van, tehát oda kerülünk, akkor az még a nyár folyamán megvalósulhat. Illetve amit még sikerül menet közben engedélyeztetni, akkor azt azonnal elindítjuk, hogy haladjunk az útépítésekkel is. Köszönöm szépen. Az adott cégnek sem kell feltétlenül megvárni az utolsó utcát is, és egyszerre lejelenteni felénk, hanem amikor valamelyikkel boldogult, azt lehetne folyamatában. Tehát így kellene velük tárgyalni, hogy, igen, hogy ne utolsó, egyszerre beszélj, és akkor ott van. Jó. És kérdés észrevétel? Elfogadásról szavazzunk. Az úgy dologban, mintha kicsit el lennénk késve. Nem? Hát azért ezek most már jó néhány hónapja itt van ez a bizonyos összeg, és most kezdünk hozzá, hogy akkor megbízzunk valakit, hogy akkor tervezzen meg, vizsgálja felül. Hát ezt megtehetünk volna majdnem egy fél évvel ezelőtt. Mi volt az akadály? Miért nem tettük meg? Hát az is későn volt. Tehát az egész folyamat nagyon lassú volt, és most ugye mondod, hogy esetleg nem is csináljuk meg idén, ez kimondtam kudarc lenne. Ha ennek nagy része idén nem tud elkészülni, mint út effektív átadva, akkor ez egy rossz. Egy évig tart, vagy másfél év tart, mire egy utat meg tudunk oda, amikor itt a pénz. Erre nincs magyarázat. Tehát ezt úgy kell sürgetni, ahogy csak lehet. Itt az időpontokkal és a cégekkel is, akit itt vállalta, minden hét számít. Mert a végén ott, ugye az év vége ott a probléma, tehát minden hét számít, előrébb hozni, ha lehet, beszélni velük, nyomják, amivel készen van, az legyen lejelentve, és akkor lehessen akár több szakaszban is, még ha kicsit többe is kerül esetleg a pályázatkírás, vagy nem tudom, hogy lesz a kivitelező, most egy fogja megnyerni az egész útépítést, vagy sok. Nekem az is jó, ha egy, mert akkor egyszerűbb az életünk, de akkor úgy, hogy az elsőnél már a többire is valami módon úgy kiírni, hogy a többit is megnyerhesse, vagy akkor csinálhassa. Tehát mit tudom én, egységára, vagy mire, nem tudom mi a megoldás. A lényeg az, hogy ez nem csúszhat át jövőre ennek a nagy része. Egy-egy átcsúszik, rendben van, de a többinek el kell készülni idén. Márciusban. Csak arról beszélünk, hogy idén nem tudunk meccsen jutat. És ez a tervezett útépítés, ez még csak egy része? Tehát még a többit még meg kell terveztetni. Még rosszabb akkor tehát, tessék rákapcsolni. Hát igen, azon vagyunk. Főépítészasszony. Nem szépen a szót. A Adival is csúszásban vagyunk, szeretném jelezni, mert az főépítész jelezte, hogy az a bizonyos tárgyalásos eljáráshoz, ami a kiemelt beruházás miatt ott megvalósítható, ahhoz pontos közterületi lehatárolást kér. Na most ez a pontos közterületi lehatárolás egyelőre csak a Samsunghoz vezető kanyarnál történt meg. A másik kettő csomópontnál a közterületi lehatárolásnak nyoma sincs egyelőre. Pontosan mit jelent ez fogalmilag? Viszont kérik a Samsung kanyarhoz a nyilatkozatot, hogy a helyi építési szabályzatnak megfelel. Na most ez a nyilatkozat nem kiadható, mert nem felel meg. Mert? De módosítani kell a pontos közterületi lehatárolásokkal a szabályozási tervet, és jelen pillanatban, mint adat, a pontos közterületi lehatárolás csak is és kizárólag a Samsunghoz vezető útnál áll rendelkezésére. A másik kettőt nem tudom, hol tart. Néha ti találkoztok egymással, és beszéltek ezekről a kérdésekről, vagy pedig itt merül csak föl, hogy fogalmam sincs, hol tart. Ez így vagy nem jó. Főjegyző úr, ez így nem jó. Ez egy kiemelt beruházás, határidőz van kötve,
nem tudjuk mi a vége, ha nem csináljuk meg. Ez kimondottan lazán van kezelve. Úgyhogy azt tudja mondani a főépítész, hogy nem tudja, hogy hol tart. Tudjuk, hogy hát de ne itt mondja nekem, hát ez munka kapcsolatban el kell intézni. Itt már csak azon, hogy kérem szépen szabadni, és megyünk előre, és minden rendben van a háttérben. Ne itt beszéljük meg azt, hogy most ki mit mond a másiknak. A nagy feladatokra vonatkozó szerződést, a tervezői szerződést. A tervezési szerződést megkötötte a város, tehát ez a munka folyamatban van. Határidőkkel mindennel együtt előveszi főépítész asszony a múlt havi testületi ülés anyagát, abban minden benne van egyébként. Tehát minden most információ. Mondtam, hogy, nem felel meg a hésznek ez a bizonyos lehatárolás. Még jó, hogy úgy mondta, nem ahogy szokta, hogy hát van egy jó hírem, és nem felel meg nektek, hanem most azért ezt komolyan vette. Tehát nem felel meg. Most ez egyértelmű. Ha nem felel meg, módosítani kell, az 6 hónap. Mire megfelel, nem? Nem ezt mondtad? Nem, ha megvan a pontos lehatárolás, akkor gyakorlatilag egy gyorsított eljárásban. Tehát nem működik. Meghozható a szabályozás. Mennyi idő ez a gyorsított eljárás is? Az gyakorlatilag be kell küldeni a tervet a állami főépítésznek, az összehív 5 napon belül egy tárgyalást, és az mondjuk 8 nappal előre. Tehát gyakorlatilag 2-3 héten belül ez a szabályozási tervmódosítás megtörténik. Akkor ez nem probléma? Nyilván, akkor azután... Ha nem probléma, minek mondta? Azután, hogy megkapjuk a pontos közterület lehatárolást, odaadjuk a tervezőnek, az elkészíti a szabályozás módosítást, és utána benyújtjuk, de onnantól számít, ahogy az összes adat megvan, mert nyilván egy állami beruházáson, amelyet 3 szabályozási tervet készíteni. Tehát ez egy kellene már a másik 2 csomópont. Ki adja ezt a lehatárolást? Ki a tervező. És egy van kész a 3-ból, ennyi. Amihez tegnap kérte a beruházási osztály, hogy adjuk ki azt, hogy megfelel a hésznek. Nem kiadható, mert nem felelne meg a valóságnak. Hát egyszer ezt nem tudjuk odaadni, ezek az ütemek is, meg a feladatok is, meg a szerződések is külön kötöttek a pótinti csomópontra. A nemeskéri körforgalomra, illetve hát jó. Pont amiatt kötöttük külön-külön. Akkor ez nem minél tartozik az egész ügy. Így van. Tehát ezt tessék ezt ott a napi munkakapcsolatban ezt tisztázni, és a maximális hatékonysága menni előre, mert ha csúszik, akkor mindenki bajban lesz. Ha indokolatlan csúszás van, ami rajtunk múlott. Fóti útira megvannak a tervek, tehát indítható ez az eljárás, amit főépítész asszony mond. De nem lehet-e külön-külön, most mondta, hogy csak egyszerre lehet? Hát akkor várhatunk évvégéig, ez nem lehet. Mi? Hogy... Évvégére lesz lehatárolva? Hát az Ady Endre úti az fél év múlva lesz terv. Lépjünk tovább. Tehát akkor... Ezen már szavaztunk? Igen. Jó. A következő az Eurovelo 6 kerékpárút sebességkorlátozása, 121-124 oldal. Nagyon érdekes. Júlia. Elkészítettük itt a Városfejlesztési Bizottságnak a határozata alapján, mértük fel a szükséges beavatkozásokat, illetve jogszabályi hátteret figyelembe véve a határozati javaslatokban megfogalmazottak szerint az Eurovelo kerékpárúton 30 km/h sebességkorlátozást javasolunk kihelyezni. Annak ellenére, hogy maga a kerékpár út nyomvonalán 30 km/h sebességgel lehetne egyébként is közlekedni. De a jogszabály nem tiltja a táblák kihelyezését. Helyezzük ki. Kérdés észrevétel? Nincs. Helyezzünk ki táblákat. Bizottsági döntések, ez mit jelent a szemben? Igen, az rendben van, VFB, SZB, igen, egyebekben 2 zárt ülés is lesz, ugye.
Mert nem mondtam meg a gombot, azt hogy rendesen előződöm. Ezt a zártülés következik, akkor az átülés rendeléséről szavazunk. Köszönjük szépen a nyílt osztályon levőknek, hogy elmehetnek. Maradunk az átosztályon.